Sziasztok, szép estét kívánunk mindenkinek! Ti most a Rádió Q-t hallgatjátok, és a Hotel Végtelen című műsort is egyidejűleg. Az én nevem Viola, és persze itt van két állandó műsorvezetőtársam, egy gyors bemutatkozást kérnék. Sziasztok, kis Kálmán vagyok. Jó estét, sziasztok, MG. Örömmel üdvözlöm mindenkit, és főleg azt, hogy Lulu itt volt egy pár perce, ő az egyik hallgató. Igen, több ajándékot is kaptunk ma. És hozott süteményeket. Úgy látszik, hogy hatott a múlt heti dorgálás, ugye eléggé mérgesek voltunk rátok, így mert igaz. Ajándékok nélkül hagytatok minket, és azt hiszem, hogy ez így nem járja. De most megembereltétek magatokat, kettő személy is volt ma, mint látogató itt, akik ajándékot... Három? Ja, Három. Az is hozott ajándékot. Ja, igen. Még az is. Kidobtunk, az is hozott. A coppos, tudod. Bárhogy is köszönjük szépen, hogy gondoltok ránk, mi is gondolunk rátok, mondok, és egy SMS számot, azt hiszem, költő veszett el. De bemondhatod nyugodtan, hogy kik voltak itt. Gábor? Név szerint? Hát Lulu volt legutoljára, előtte Jolika, és előtte pedig Punk. Illetve közben. Közben. Tehát, igen, Punkkal végül is beszélgettünk. Bár úgy nem érdemelt. Igen, nem de azt üzenjük az otthoniaknak, hogy nem bántottuk, tehát valószínűleg. Hát gyárilag hát, legalábbis nem nagyon. Na. No, SMS számot mondok. Egy-két ütés gyomorra, hát ez nem egy... SMS számot mondok, 70-60-99-5. És akkor mondom is a mai témánkat, illetve nem Gáborhoz fordulok, hogy mondja el, hogy miről fogunk ma cseverészni veletek. Hát egy olyan témáról, amit már mindannyian nagyon vártok, és végül is sikerül majd gatyába ráznunk a témát. Ideális férfi, ideális nő. Tehát egyáltalán, hogy mi az, amit ideálnak tartunk, ideálisnak tartunk, és ti természetesen ezek után hogy fogjátok gondolni, mert elképzelhető, hogy idáig mindenkinek van valamiféle egyéni felfogás, ezt mindenképpen felülírjuk, tisztítjuk az agyak Winchesterét, és, ja, és új szempontok akkor szerint. Toljad be az eldöntendő kérdést is. Hát azt, de hogy tolom, majd fél tízkor. Majd fél tízkor, addig elmondok, kötelezően elmondanod dolgokat, essünk túl rajta, van nekünk egy honlapunk, ez a www.radioq.hu. Ez a rádió honlapja, tessék meglátogatni, mindenkinek ajánljuk, van fórum, móka, kacagás, illetve ha regisztráltok, akkor adás alatt tudtok nekünk üzeneteket küldeni, amelyeket annyira azért nem sűrűn olvassunk be, mint az SMS-eket, hál' Istennek sok SMS-t küldtök, de szemezgetünk, csemegézünk onnan is, hogy mindenképpen érdemes meglátogatni a radioq.hu-t. Igen, van egy e-mail címünk. Tehát a könnyebb érthetőség kedvéért, tehát rádió, mint rádió ékezet nélkül, és Q, mint minőség. Ugye? Q az minőség. Van egy e-mail címünk, hotelvegtelen@radioq.hu. Szerencsére elkezdtétek használni, tehát hotelvegtelen@radioq.hu. Írtok nekünk e-maileket, mindenre válaszolunk, és minden e-mailt szívesen veszünk, kivéve, hogyha nagyon durvát írtok, de akkor Gábor megkeres titeket. Rajta vagyunk a legnagyobb közösségi portálon, ami két magán és két mással hangzóval áll, klubként Hotel Végtelen. Megtaláltok, hogyha ránk kerestek. Bibi.com, ugye? Igen, valami hasonló. És a mai témánk pedig megpróbáljuk meghatározni a jó nő és a jó pasi fogalmát, az ideális nő és az ideális pasi, mint ideál fogalmát megalkotjuk. Remélhetőleg a ti segítségetekkel, illetve ne felejtsétek el, hogy az első fél órában, miután kibontottuk a témát párkereső műsor lévén, párt keresünk nektek. Már aki keres. Igen, hát tehát nem pártkereső, hanem párkereső műsor. Egy páran keresünk nektek. Így igaz. Mindenki kap párt, az is kap párt, akinek van, és az is kap, akinek nincs. Sem pártában senki. Tehát az ideális férfi és ideális nő. Kezdjük az ideális nővel. Én először azt gondolom, hogy magát az ideális, mint fogalmat kéne meghatározni. Tehát, hogy egyáltalán... filozófiai értelemben ideális, az olyan soha nem létezik. Tehát az ideális az mindig egy ilyen eszmei, egy ilyen maximum, egy ilyen legjobb, amihez próbálunk közelíteni. Tehát a gyakorlatban megvalósuló férfi és nő, tehát a materializált férfi és nő, az mindig eltér az ideálistól, esetleg csak közelít hozzá. Tehát mondhatnánk, hogy kilépnek az asztrál testből. Tulajdonképpen ez egy fikció, igen. A cyber térben, vagy hát a valós háromdimenzióban. Na most ezután az akadémiai eszmefutatás után elmondanám, amit egy új palettai barátom mondott, miután elég sokat ittunk. Új palettai? Tehát ő festő volt. Elég sokat ittunk, és egy másik dimenzióba került. És mondta, hogy az ideális nő olyan, aki úgy néz ki, mint Cindy Crawford, úgy dug, mint Michelle Wilde, és annyi esze van, mint Madame Curie-nek. Ő ezt így velősen összefoglalta, igen, és akkor ebből körülbelül ki lehetett sütni, hogy nincs. Tehát ideális nő és ideális férfi sincs. De számodra ideális, biztos, hogy van legalábbis. Persze, de az ideális az egyénnek egész más, mint amit általánosságban ideálisnak hívunk. Rosszul fogalmaztad, mert szerintem a legbiztonságosabb és hosszú távon a legkifizetődőbb, hogyha úgy dug, mint Madame Curie-t, nem lesznek következményei a dolognak. Ha csak úgy nem. Igen, ezt így ennyire azért nem volt magánál az illető. Majdnem kimondtam a nevét, de nem én voltam. A Béla.
Nem a Béla volt, a Péter. A Chesneski Péter. Az a Chesneski, nem gondolod. De, a Chesneski. A Chesneski. Basszus, az azért régen nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Egyrészt nem itta le magát, mint a szivacs. Hát, na mindegy. Szóval, ha maradhatunk annyiban, hogy a te definíciódat használjuk, hogy ideális nincs. Nincs. Tehát bizony nincs. Minden ember elvileg olyat keres, aki a számára ideálisnak tűnőhöz a legközelebb áll. Mondhatnánk, de nem mondjuk, mert nem ez igaz, sem igaz. Szerintem ez sem hülyeség. Igaz. Sajnos az ideál olyan, vagy hál' Isten olyan az ideál, hogy változik. Akit az ember megszeret, előbb-utóbb azt ruházza fel azokkal a tulajdonságokkal, ami által ideálissá válik. Az tehát, ideál, ez egy tulajdonság halmaz, amit te osztogatsz, van. És különböző részeit ráaggatod az emberekre. Tehát egyik tulajdonság befolyásolja a másikat. Találsz egy nőt, akivel mondjuk nagyon jó a szex, akkor egy idő múlva felruházod a tulajdonságokkal, hogy, hogy tulajdonképpen okos is, meg tulajdonképpen nem is zavar az a kis, mit tudom, vastag a vádlia, vagy bármi, vagy nem zavar, hogy rövid a haja, vagy hosszú, vagy kék vastag a vég bele, vagy valami. Tehát egyrészt kezdesz olyan tulajdonságokat ráaggatni, ami ha nem is igaz esetleg, vagy nem is tökéletes, de mindenképpen igyekszel egy ideálist kialakítani. Belőle ez fordítva is igaz. Tehát ugye, mondjuk a nők nem ennyire idealisták. Tehát ő azt mondja, hogy egy férfivel jó, akkor jó. Tehát az aranyos, kedves, igen, jó ember, stb. Komolyabb tűrés határral rendelkeznek, igen, a nők, hogy így mondjam. Holott nekik konkrétabb ideáljaik vannak. Nem hiszem. Nem hiszem. A nőknek biztos, hogy vannak konkrét ideáljai. Úgy nézem ki, mint Bon Jovi. Tehát olyan, van egy, mondjuk akár olyan egy fejnélküli. Olyan hangja legyen, mint a Viorának. Olyan orra legyen, mint a Gábornak. Tehát összeállítanak egy fejnélküli, mint tudjuk. Egy fejnélküli. Szerintem a nők főleg mondjuk 20 év alatt egy ivarszerv nélküli férfit tartanak ideálisnak leginkább. Tehát nem annyira, igen, én azt gondolom, hogy a nőkben inkább megvan az, hogy szeretnek báványként tekinteni egy talán nem nélküli férfire. Tehát, hogy őket a nemiség annyira nem érdekli. Éppenséggel pont erre gondoltam, hogy ugye hát, ha már úgy nevén nevezzük a gyereket, hogy nem én nevezzük. Arra kell gondolni, hogy ugye serdülő srácok, ugye önkielégítéskor mire gondolnak? Egy fejnélküli nőre. Vagy olyan nőre, akinek nincs beteg arca. Nem. Tehát nincs arca. Van egy tökéletes teste, vagy éppen csinál valami rendkívüli eszményi dolgot, de fejet nem mernek rá. De várjál, mert ezt ilyenkor mindig úgy képzelted a fejnélkülit, hogy így a GG-je így kiáll, meg a vérerek így nincs arca, lógnak, valahogy ügyesen lepezi magát. Egészen a melléig lelógnak a vérerei. Nem, tehát az ideál lehet olyan, hogy valakit idealizálunk, és van egy olyan ideál, ami akin konkrétan nem megnevezhető. Tehát nincs konkrét arca, nincs konkrét alakja, hanem ő az ideális. Nem tudom, érthető ez. Nagyon sok tézis elhangzott most köztük, szerintem sok hülyeség, de majd a lányok, illetve a srácok eldöntik. Mondok egy SMS számot, ez 70-es 70-60-995. Írjatok nekünk üzeneteket, a jó nő, illetve a jó pasi fogalmát határozzuk meg, és hogyha erről van véleményetek, vagy konkrét kialakult álláspontotok, hogy szerintetek milyen a jó nő, vagy milyen a jó pasi, akkor dobjatok nekünk egy SMS-t. Wow! DJ Kálmán? Majd jövőre! A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük, használják a következő SMS számot. 0670-70-60-995. Sziasztok, ismételten itt vagyunk veletek, ti most a Rádiókút hallgatjátok, és a Hotel Végtelen folytatja a műsor folyamát. Mi ma a témánk, Gábor? Ideális. Ideális férfi, ideális nő a mai témánk. No, és van egy eldöntendő kérdésünk, amit még nem mondtunk meg, viszont megmondjuk nektek, hogy van egy SMS számunk. 70-es 70-60-995, és nem olvastunk eddig üzeneteket, úgyhogy ezeket fogjuk most megnézegetni. Szép jó estét, londinerek! Na, épp kiértem a föld fölé, nem maradtam le egy szavatokról sem, pánk. Milyen dílerek vagyunk? Londinerek. Ja, long dílerek? Long dílerek. Hosszú dílerek. Aztán szép estét, ezt Júlia írta, szervusz Júlia, üdvözölünk. Ja. Ideális nő nincs, összejössz egy csajjal, aki nem teljesen olyan, mint amire vágysz, és nem kell szerelmesnek lenni ahhoz, hogy sokkal jobbnak lásd, mint előtte. Ez pánk üzenete volt. Micsoda, hogy ideális? dolgozzál meg a pénzedért. Nem kell szerelmesek lenni, hogy sokkal jobbnak lásd, mint előtte, azt értem. De mielőtt? Hát mielőtt nem láttad. Uh-huh. Tehát úgy érti pánk, ha jól hámozom ki a szavaiból, hogy ha valakivel közeli kapcsolatba kerülsz, mondhatnám bármiféle érzelmi vagy testi kapcsolatba, esetleg mind a kettőbe egyszerre, akkor óhatatlanul
előnyösebb tulajdonságokkal ruházott fel, azaz, ami elvélteink szerint halad az ideális felé. Azt lehet, hogy nem éri el soha, de mindenképp ideálisabb, mint amikor csak az utcán megláttad. Aha. Nem biztos, szerintem lehet, hogy amíg nem ismered, felruházod mindenféle tulajdonságokkal, majd amikor megismerted, akkor összeomlik a szemedben. Hát az az antiideális, az elvesztette az ideál minőséget. Szerintem ez sokkal gyakoribb, tehát amíg csak látsz minden reggel egy lányt a buszon, mindig ugyanazon a buszon, mondjuk ha dolgozni jársz, és mindig ugyanazon a buszon, ugyanazt a lányt látod. Ugyanazon a szememen. Ugyanazon a buszon. Ugyanott ül, és kiderül, mert halott egy éve, és ott ül. Akkor te képzelek róla. Hát dehogy képzel. De képzelek róla, és mindenféle tulajdonságokkal felruházod, ami esetleg nincs is. Ez szomorúan igaz. Csak azt a tulajdonságát tudom, hogy ott ül mindig a buszon. Tehát gyakorlatilag nem. Igen, mert végig képzeled, hogy miért ül ott mindig, hogy hová mehet. Elképzeled, hogy mi a munkája, vagy mivel foglalkozik, mit tanul, mit gondolatban csinál. Gondolatban már oda mentél, és megszólítottad, holott valójában nem mernéd. Ha én gondolok valakire, ott nem az van, már első körben se az, hogy gondolatban oda megyek, és megkérdezem. Nem. Hogy tudod, hogy mi van, ha te gondolsz valakire? Hát akkor már röpülnek a rongyok. Nem csak röpülnek, típődnek. Én átlépem ezeket. Azért van, te egy barbár állat vagy. Igen. Te nem is szereted az ilyesmit, te nem szeretsz távolról szeretni. Én meg is vetem az ilyesmit. Te azt szereted a puszta testiséget, tehát neked nem is kell, hogy legyen már a barbár őserű a Gábor. Tehát kérdés nélkül, előbb szakszán kérdezel. Így. No, üzenetek. Hali, ideális nő 70 dolgot tud főzni meg a 69 üdvivel. Ez nem is rossz. Pont azért nem létezik valóságban ideális nő vagy férfi, mert akármilyen tökéletes valaki, ha megszerzed, utána elveszti a varázsát, hiszen az embernek mindig az elérhetetlen kell. A jó kapcsolat titka az összeszokás, nagyon ritka a minket egymásnak teremtettek kategória. S elmérte az üzenetet. Mm-hmm. Ezzel azért nem értek egyet én sem. Mindjárt kivitatjuk. Akartam írni, hogy ideális pasi nincs, de átgondolva, aki megtetszik, valamiért rögtön ideálissá válik, Júlia. Ezt mondom, hogy... De ez olyan érdekes, hogy pont idealizálja vagyok, az ember. Erre mondják, hogy idealizálja. Hogy érted ezt? Tehát, hogy amíg nem ismerem, addig gondolom ideálisnak, aztán amikor megismerem, akkor azt mondom, hogy Úristen. Ha nem vagy elkényeztetve, az biztos. Nem jó válaszgattál ideig, Kálmán. Tehát eleve, hogyha mit tudom én, most ne emberbe gondolkozunk autóban. Látsz egy autót, és felteszel róla bizonyos ideális tulajdonságot. Tehát érted, ne emberbe gondolkozunk, hát, autóban, könnyen... ott ülsz az autóban, és akkor gondolkozunk. Na jó, most gondolkodjunk emberbe, és akkor belelépsz egy ember arcába. Tehát hogy... meglátod, és feltételezel róla bizonyos dolgokat, hogy jól gyorsul, meg jó meg tud állni, meg meleg, meg kényelmes, meg stb. Ezt aztán beleülsz, és kitapasztalod. Viszont egy embernél nem feltételezhet. Tehát embernél, hogy... gondolkodjunk emberben. Tehát, jól gyorsul, meg meleg. Az a rossz, mikor egy embert első látásra mondjuk ideálisnak találsz, mert ugye logikusan csak a külsejét tudod. Tehát te, mint férfény nőt, nem találsz ideálisnak első pillantásra, mert csak a külsejét látod. Nem tudod, hogy buta vagy okos, de egy beszélgetés után, egy pár mondatos beszélgetés után rárakadsz egy olyan szűrőt, ami valójában kicsi az eset, hogy igaz legyen, de mégis a te fejedben valami kép kialakult, ami persze utána csiszolódni fog, meg megfordul, meg elveszíti a felét, de az alap az kialakul akkor, amikor 5-6 mondatot váltottál vele. Hát végül is így is fel lehet fogni, hogy az idő elmúltával minél közelebb kerültök egymáshoz, annál inkább látod, hogy ideális-e vagy nem. Sőt, még abból is, bár ez nem annyira vidám dolog, még abból is kiderülhet, hogyha esetleg valami baj van, hogy akkor hogy áll hozzá, tehát valami válságon mész át éppen, vagy aranyered van. Igen, helyzet van. Szokták mondani, operálnak. Hogy bajban ismerszik meg a barát. Tehát lehet ideális tulajdonság az is, hogy kitart melletted a bajban. Lehet olyan ronda, mint a Whoopi Goldberg, de melletted áll a bajban. Ronda nincs, de nagyon. És akkor ennek ellenére mégis idealizálhatod az illetőt, mert melletted van. Igazából az érdekes, egy érdekes felvetésem lenne, kezdhetném így is, bár nem tudom, talán ez túl komoly, hogy ha együtt élsz valakivel hosszabb távon, akkor is okozhat az illető neked meglepetést. Tehát valahogy úgy reagál. Az biztos. Tehát tulajdonképpen van-e az a fok, amikor te valóban megismertél valakit? Igen. Tehát, hogyha 30 évig együtt élsz valakivel, akkor is tud meglepetést okozni. Tehát
még akivel 30 évig együtt élsz, tulajdonképpen ő benne is egy ideális valakit keresel. Mert hiszen minden tulajdonságát nem ismered. Ha ismernéd, nem tudna meglepni. De például most arra gondolsz, hogy mondjuk 20 év alatt először nyitsz rá a WC-n például, és hogy arra hogyan reagál, vagy és pedig... És látod, hogy a furcsa arcom. De most komolyan, tehát, hogy ilyen hétköznapi szituációra gondolsz, vagy pedig nem, sokkal hát magasabb rögtüle. Például arra, mondjuk a Gáborról el tudom képzelni, hogy 30 éve együtt van valakivel, mennek az utcán, a rabló támadás éri őket, és a Gábor ott hagyja a nőt. Tehát inkább oda dobja, és elszalad. Igen, a Gábor ott tudik, hogy nagyon félti az életét. Mi tudjuk a Gáborról, igen, a rongyos kis életét, mi tudjuk a Gáborról, hogy eliszkolna, de valószínűleg egy nő, aki mellette van, nem tudja. Tehát őt meglepné. És nem is feltételezné. Igen, de amúgy idealizálna, mert azt gondolná, hogy nagy darab állat, vagy majd te kiállsz ér. Persze, meg a vész elmúltával a Gábor visszasomfordász. Visszaesett, és megkérdezi, hogy na mi volt? Megbasszuljanak, vagy oké, minden. Mi csináltak vele? Éppen elrohantam egy tégláért, de sajnos nem találtam. Látom, kerestem itt, egy botot. Itt fekszel vérbe, hogy tazd meg egy zsebkendőt. Nem, egyébként a meglepetés alatt gondolom nem azt érted, hogy 20 év múlva hazamész, és éppen ahhoz, akivel 20 év együtt laksz, és le van lőve a kutya, ki van rámolva a lakás, eltűnt a kocsival meg a pénzzel. De például az is lehet, az hogy is nyertek, a lotton, és ő lefalcol. A szomszéd sráccal. Hoppá. Na, ennek túl sok köz az ideálishoz nincs. Tehát... De van, mert akkor kiderül, hogy te, akit szeretél, az egy ideális valaki, aki nem is létezett. Tehát te azt gondoltad, hogy a te feleséged nem egy anyagias valaki. Persze, addig, amíg nem volt szó pénzről, addig nem hát volt anyagias. Hát akkor összeomlik az ideálkép. Pontosan. Hát elég sanyarú módon omlik össze. Nem hiszem, hogy egy ideálkép össze tud omlani. De pozitív módon is lehet. Tehát, ha összeomlik, az egészen rövid idő alatt fog összeomlani. Mondjuk, aki téged... Úgy érted, hogy egy váratlan helyzetben megmutatsz hát annyi az idő igazi nem arca, telik és el, akkor... Aha. Igen, annyi idő nem telik el egy kapcsolat elejétől, hogy hosszú évtizedekig tartson, amíg kiderül, hogy ha ott derül ki, hogy nem ideális a partnered, az egy folyamat. Tehát azt, ha a menet közben nem veszed észre ennek a folyamatnak bizonyos lépcsőit, akkor az életben nem jutsz el odáig. Tehát ez nem egy menkőcsapásszerűen fog beütni, de úristen, de utálom ezt az embert, hanem én ez egy gondolom. Lassú folyamat, amit a legtöbb ember valamiféle számomra felfoghatatlan okból nem akar, vagy nem tud észrevenni. Tehát ahogy az illető egyre amortizálja le magát, mind lelkileg, mind testileg előtte, már nem úgy, hogy összeroskat, hanem hogy a szeretett, imádott emberből, az ideálból lesz egy rongy, aki már legszívesebben a pokolba kívánnád. Ez nem egy csapásra fog előugrani, hanem ez egy lassú folyamat eredménye, akár férfinél, akár nőnél, csak az emberek ugye gyávák és félénkek. Én azt gondolom, hogy nem, mert ahogy bevezetted ezt a gondolatsoromat, hogy a bajban ismerszik meg, hogy ki az igazi barát, azt gondolom, hogy az embereknek vannak személyiségek. Most ne a vallási barátra gondoljatok, hanem ezért... Gábor barát. Tehát, hogy vannak az emberek, vannak van személyiségük az embereknek, de ezt a személyiséget nem tudod megismerni, mert hiszen az összes helyzetben nem kerülsz valakivel. Hát te nem. Tehát, te nem. Pont amit mondtam, tehát ez, hogy kirabolnak, az nem mindig történik meg, viszont amikor hát megtörténik, nem. Akkor, még sose történnek. Akkor megismered őt, hogy viselkedik egy ilyen szituációba. Vagy amikor zuhan a repülő, hogy akkor maga elé húz, vagy nem tudom, tehát megpróbál párnának használni. Tehát... Vagy elkéri az eltörnyőt. Például. Igen, vagy elkuncsorogja. Azt gondolja, hogy ha kilök téged, akkor könnyebb lesz a repülő, és egy kisebb sebességgel csapódik. Zuhanó repülőn nem szeretlek. Zuhanó repülőn nincs ateista, szokták ott mondani. De térjünk vissza az ideálhoz. Eddig az ideális nőt sanyargattuk. Érthető módon. Nézzük egy picit, mi az ideális férfi, mert úr, erről azért meg fognak oszlani a vélemények. Igen, szerintem úgy különösen megoszlanának a vélemények, hogyha egy csoportban, egy csokorban látnánk azt, hogy a pasik mit gondolnak arról, hogy milyen az ideális férfi, illetve a nők mit gondolnak erről, lehet, hogy eléggé nagy pofára eses lenne egyik-másik oldalnak. Ez biztos, ugyanis én megkockáztatnám, hogy a férfiak nagy része, ha azt mondják, hogy egy utcai felmérés oda mennének hozzá, hogy figyelj, bunkókám, neked ki az ideális nő? Azt mondja, hogy ő. Nem, akkor... Azt mondja, hogy... Feltehetően végig gondolja a repertoáriát annak, akiket látott a bolyban, meg a mit tudom én, milyen KM-ben, meg ilyen filmekben, meg stb. És akkor egy rövid eszmekutatás vesz, melméret, csípőméret, kit hányszor dugtak meg, tehát mit látott belőle, és akkor kiszűri, hogy... Tehát a külső tulajdonságokat, a nő meg inkább a belső. Egyetem, ez szexuális, illetve az esztétikai tulajdonsága alapján azt mondja, hogy a szalmahajek. És akkor... Mi van? Hát ez egy nő, nem mindegy, szalmahajek, úgy hívják, egy színésznő. Hát színésznő, mert csinos, maradjunk, nem mondom, hogy színésznő, de csinos.
és akkor bár nem is arra színésznő. Még egy nő valószínű, hogy elgondolkozna, és azt mondaná, hogy hát valami legyen tomina. Kedves, szeressen. Van a Schwarzeneggernek, DiCaprio meg a féreg, és akkor a három verzió van, és ő közben persze belegondol, hogy az ő ismerősei közül. Tehát a nők még volt barátaik, illetve jelenlegi partnereikben is hirtelen felmerítik, hogy ő az ideális. Szokták ilyen hazug férfiak is mondani, hogy jó, nekem a feleség, ott kívánságműsor, kinek küldöd a számot? Hát a feleségemnek, mert ő számomra az ideális, persze, hát hazudik, de mindegy. De ott ő mellett, ott fogja a kalasnyikovat a fejéhez. Még ha ő az ideália, akkor sem ő az ideális, akkor sem ő az ideália. A nő viszont az ideált nem keveri az ideálissal, neki az ideális mondjuk éppensége lehet, hogy tényleg pont a partnere, férje, pasi. De az ideál az az Alain Delon. Vagy akinek éppen az ágyából mászott ki egy órával azelőtt, és még így, az remeg, így remeg a lába, nem tud hazamenni, és megkérdezik, és ki az ideális. Azt mondja, igen, már elég öreg a Delon. Nekem a tótlaszim az előbb úgy megtekert, hogy azóta nem vagyok magamnál. Az egy ideális pasi. Na most akkor szűrd le a konzekvenciát, a nők kicsit reálisabban nézik. Jó, szerintem szűrjük le úgy a konzekvenciát, hogy megkérdezzük a kedves hallgatókat, hogy számotokra milyen az ideális nő vagy pasi. Lehet konkrét nevet is mondani, akár híreset, akár kevésbé híresetben. Csesznyenszki kész a néve, nem tudom mit nézni, hogyha ilyen érkezik, de azért fölírjuk és elrakjuk ide a kis papírosunkra. Híressé tesszük. Négyszer rúgtam. 0670 70 60 995 az SMS számunk. És ne felejtsétek, hogy nem sokára már párt keresünk, legalábbis nektek számotokra. No, lássuk az üzeneteket. Miki még most sem énekel, csókoltatom, ha hallja. Az ideális pasa olyan mocsok bunkó, mint Gábor, olyan haja van, mint Kálmának, és olyan termetű, mint te, Csók Joli. Hoppá. Csók. Konkretizáljunk. Csók Istvánnak. Csók Joli. Az ideális mű, belezúgsz egy csajba, elképzeled, hogy milyen. A legapróbb részletekig elképzeled a testét, a tulajdonságait. Az ideális, ahogy elképzeled, mert azt képzeled rá, amire vágysz. Az ideális mindig az a fikció, amire vágysz, Punk. Írta ezt. Hát én mondjuk egy Lamborghinire vágyom, akkor az az ideális nő. Hát autóban biztos. Hát nem vágyom. Külső én. Sokat számít egy fickó, de nő is legyen jó kiállású. Jó test sokat számít. Hol ideális, aki gyáva, buta, valami vagányság kell? Az se jó, ha valaki túl jó, mert kihasználják, tuti. Ezt köszönjük az üzenetet. Aztán ideális pasi, sok pénze van, tetszik, jól nyal, mint Leszi. Júlia. Brad Pitt jól néz ki. Gyakorlatilag. Na, ott van Ni. Igen, Brad itt van Pitt. Brad Pitt. Vele bajod van? Nekem semmi. Tehát ő nem a DiCaprio nem, kategóri. Brad Pittet én is egy férfias jelenségnek tartom. Elmennél vele? Hát, ahogy nem. Hát van annyi pénz. Tudom, atyám. Van az a pénz. Coming out! A személyzet stílusáért a hotel végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. Így van, csak a munkánkat végezzük. Utólag is, meg előre is elnézést mindenkitől. 70-es, 70, 60, 995, ez a Rádió Q és a Hotel Végtelen. A mai témánk az ideális nő, illetve az ideális pasi fogalmát próbáljuk meghatározni. A ti segítségetekkel hamarosan 10:30 van, tehát mostantól fogva várjuk a párkereső üzeneteket. Írjátok meg, hogy milyen lenne az ideális pár számotokra, és mi megpróbálunk keríteni egy olyan valakit, akire mondjuk a 80%-os konfidencia szinte legalább illik ez a leírás. Üzeneteink érkeztek. Igazatok van, tévedtem, mert létezik ideális nő, a körszakál elengedhetetlen. Homokos értelembe véve is kukírta. Roland. Kukírta. Szevasztok, ideális nő, például Julia Roberts, nálam a 10-ből 10 pontos Gergő, hogy jól látom, ő írta az üzenetet. Hát a 10 pont, ez azért nem hiszem, hogy te és Julia Roberts 10 pontot összeütöttek. Igen, de Julia Roberts fénykorában, vagy most? Hát nem mindegy. Az mindegy. Hát egyáltalán nem mindegy. Hát Julia Roberts, mindegy. Öregen is Julia Roberts. Julia Robertsről beszélünk, te szentségtagadó. Hát gondolkozz már. De egy másik sztár is itt van az SMS falunkon. Igazatok van, tévedtem, létezik ideális nő, Geronazzo Mária, azt te sem írtam. Aztán az ideális nő hadja magát szeretni, és ő is viszont szeret jó őt nézni, megnyugtat a közelsége, és izgalmas egy örök meglepetés, nehéz ilyet találni, Ricsko. Aha. Jó, de ez a leírás illik mondjuk a Gáborra is. Hagyja magát szeretni, és ő is viszont szeret jó őt nézni, megnyugtat a közelsége, és izgalmas egy örök meglepetés. Egyébként ez, hogy hagyja magát... az biztos, főleg amikor a pénztárcáddal lejt. Ez nagyon sok férfi társam mondta, hogy az ideális nő, hát aki hagyja. Tehát, és hogy akkor nincs olyan, hanem tök mindegy. Teljesen de mindegy. Nem, hát... Valamiféle megkötések vannak, hogy hogy nézzen ki, vagy hogy ne nézzen ki. Azon kívül az ideális, bizonyos korban az idealitás szempontja az, hogy kihagyja magát egy órán belül meghágni. Tehát ezáltal rögtön ideális avanzsál,
Tehát ideális lehet az is, aki nagyon hamar mindenféle szexuális kapcsolatba belemegy. Szerintem a hülyeség ilyen ideálokat kergetni. Nekem soha nem volt ideálom. Attól még nem hülyeség. Nekem se volt, mert hülyeség. Életem új, és mégsem hülyeség. Volt olyan, hogy te meghatároztad, hogy milyen típusú nőt szeretnél, és miért nem? Volt. És volt, hogy ragaszkodtál hozzá? Nem, tehát mindig más volt. Tehát ez az, tehát sose ragaszkodtam hozzá, de ideál életben nem döntöttem, hogy na, én most egy szőke kékszemű nőt szeretnék. Persze. Ideált az felállítja az ember magának, csak nem ragaszkodik nem igaz, hozzá. Nem ragaszkodik lehet, hozzá. Hogy az ember igen, de én nem. Na, azt mondom, az ember igen, hát te nem. Tehát nem kötelező ahhoz ragaszkodni, de nem árt, ha van. Nem árt, ha van. Mert ez mi baj lehet belőle? Az ember ilyen lelki típus. A csalódás lehet. Tehát, hogyha te kitalálsz embertípust, ki vagy te valami isten, hogy te kitalálsz embereket? Jó, hogy nem sárból összegyúrod magadnak azt a nőt, akit aztán utána esténként... Vályognak hívom, mi? És utána esténként letepered. Nem. A sarat. Mindenképpen van idealizált nő. Mondom, kortól függő. Tehát mondjuk 17 évesen egyértelműen a külseje, ami ideálisá tesz valakit. Aztán van egy kor, amikor különböző szexuális képességei teszik ideálisá. Gyakran mindegy, hogy néz ki. Függetlenül a külsejétől? Hát nem 100%-osan, de jóval többet számít az egy kis tapasztalat után, hogy egy nő, és mindjárt veszek a férfiakat és elnézést a hölgyektől, hogy egy nő mit produkál az ágyban, vagy mit tud csinálni. Ez lehet, hogy úgy néz ki, mint a világ legjobb nője, akit most éppen elismerten annak tartanak, de úgy fekszik az ágyban, mint egy teliszart búvárruha, tehát meg se rezzen, semmi nincs rajta, hát akkor használhatatlan. Hiába a világ legjobb nője, és csak nézed, meg lehet lögdösni, meg pacskolgatni, aztán úgy marad. Eleinte a külseje, később szerzel egy nagy ollót és feltárol. Aztán a női mi volt, tehát a viselkedése, mondjuk szexuális viselkedése, azt egy idő múlva már az is előjön, hogy mint ember, hogy viselkedik. El lehet azt képzelni, hogy valaki ideális külsőre számodra, igen. De úgy viselkedik, mint egy férfi. Hát, az azért szép lenne. És nem csak arra gondolok, hogy leirányít az ágyban. Mert szeretlek. És nem arra gondolok, hogy becsicsent éjszakánként és sörhasat növeszt. Oda vág az ágyban, és megnyom, vagy mi? Hanem, hát nem tudom, hogy mire gondoltam, de hogy a viselkedése nem nőies, hanem inkább férfias. Tehát az ő hordja a nadrágot, ő a vagányom, és téged ez elkezd zavarni. Tehát létezhet ilyen, de amúgy külsőleg tökéletes. Tehát elromlik az autó, leszalad, fölcsapja a motorrészt, és olajosan följön, az nagyon helyes. Bütykölni. Megvarja a szomnyádat. Kis tapírozza a harisnyámat. Ne, hát persze... Felszedi a szemedet. Hát azt már szedje, nyugodtan. Persze van ilyen, hogy ideális, és akkor mondjuk férfiasan viselkedik, de nincs összefüggés. Gondolom, egy nőtől nem a harmadik évben derül ki, hogy gyakorlatilag Skander beleveri az egész kocsmát. És nem is a testi erőre gondoltam én. Lebevedi. Hát, hogy menet közben alakulnak az emberek, ez kétségtelen. Ettől még bizonyos tulajdonságai lehetnek ideálisak. Mondom, ami elején feltűnt, hogy neked az megfelelt, akkor az nem fog attól változni, hogy kiderül, hogy föl tudja hozni a szenet a pincéből egy kézzel, és a másik kezével meghúz egy csíkot a falon a Teddy Hengerrel. Tehát ez ettől még lehet... Kérlek, ne reklámozzunk, jó? Na, tehát mondom, koronként változó, hogy ki mit idealizál egy nőben, illetve mit keres, mint tehát ideális tulajdonságot. Tehát így gondolod, hogy a 17. században, 18. Nem, az ember korától. Az ember korától. Jó! Hát mit tudom én, 30 év fölött már valószínű, hogy nem csak azt nézi az ember, hogy hogy dug, meg hogy néz ki, hanem azt is, hogy esetleg mint partnertől mennyit lehet vele beszélgetni, vagy ilyesmi. Tehát ilyen van elhanyagolható tulajdonság, amire 18 évesen azt mondja az ember, hogy nézd, az milyen jó nő, mondja a másik, de buta. Jaj, de nem számítógépnek kell, öcsém, nézd meg azt a segget. Persze ez is egy szempont. Akkor úgy a segre megy ki a dolog meg a merre, és akkor semmi más nem látszik. Lehet, hogy a nőnek kiesik a szájából, hogy világít a negró olyan sötét. Vagy fordítva. Vagy fordítva, a férfi, teljesen mindegy. Nem erre gondoltam, már olyan okos. Vagy ő világít a negróból. Nincs jelentősége az ideál szempontjából, mert a fiatalabb suhancok a külsőt idealizálják. De én azt gondolom, hogy ez inkább a pasiknál van így, míg a nők inkább egyfajta ilyen tulajdonságcsomagot adnak meg, mint ideális. Tehát szeressem, meg legyen jó hozzám, meg ilyenek. Most elnézést, én nem jutok szóhoz. Egyszerűen ez nem igaz. Akartam mondani, hogy lehet-e egy felvetésem, az probléma-e, hogyha én nem vagyok olyan sekélyes, mint te. Tehát én életemben nem voltam így, ahogy te mondod, hogy 10 éves korában még a külsőt nézi.
Tehát én valahogy... Te könyvtárba jártál csajozni. Igen. Nézted, hogy kiveszi le a Thomas Mann-t és a mellé pontosan, jöttél. Pontosan. Úgy lássam én a Karib-tengert. Tényleg. Hát akkor lássod a Karib-tengert. Más meséltél. De komolyan, tehát én ezzel abszolút nem értek egyet, hogy a férfiak ilyen ennyire felszínesek lennének. Nem ennyire. Tehát vannak valószínűleg... férfiak, akik ilyenek, és vannak, persze, akik nem. Persze, vannak, akik nem. Viszont én azt gondolom, hogy többnyire ez a jellemzőbb. Nem igaz. Azért Kálmán. Te igaz, hogy ezt gondolom. Azért Kálmán. Hát gondolj már bele. Kimentél 8 évesen a napközis csoporttal a játszótéren. Leültetek a osztálytársnőiddel a homokozóba. Igen. Ugye a peremére. Fiúk, lányok, fiúk, vegyesen, ugye 8 évesen. Egy fiú, egy lány. És egy fiú, egy lány, és akkor az egyik fiú azt kérdezte a kislánytól, hogy vagy azt mondta neki, te olyan szép, hogy megfoghatom a puncit. Mondta ő. Erre te Kálmán megkérdezted. Te olyan okosnak nézel ki. Olvastad az Eheti Dör mögött? És megfoghatom. Neked az volt az ideális, hogy éppen olvastad a Dör mögött, sőt el is tudta mondani a verseket, a másik meg arra ment ki, hogy hát ez egy nő. De ez mikor volt tavaly? 8 évesen. Nem én voltam, csak hogy felvetettem. Tehát itt igen, az ezek, mondom, ezek úgy történtek meg, hogy én ettől függetlenül azért elbeszélgettem vele. Mik a kezdőkben volt a réklébe. Utána cseréltünk, igen. Na, srácok, lányok, nálatok hogyan alakult ki ez az ideál dolog? Lássuk az üzeneteiteket. Az ideális pasi magas, okos és a megjátszott tahóság mellett kedves is tud lenni és jól főz. Tehát ez rólam szól ez az esemény. Meggyel vigyázni magozott, de ki tudja. Ja, apum üzeni, hogy az ideális nő, kor, időjárás és hangulat függő. Puszilag titeket, Lulu. Wow. Pusz, Lulu. Pár perce regisztráltam, már megint függő leszek. A három tenor ismét bekúszik az életembe. Aha, rockcafka. De biztos, hogy nem a Viorról írta, mert nem, magas emberről volt szó. Szegény Viorra. Hát te, tudod, lelép a járda szegéről, és akkor már leemeltek a járda szegéről. Azt írta, hogy magas és bunkó. Ez szerintem én vagyok. Ilyen Annácska szerintetek az szerencsétlen bábú, akkor mit mutogatják? Jobb nő, görög Zita, Brad Pitt nekem nem vagány, akkor Harrison Ford inkább jó kiállás, az legyen, ez egy SMS volt. Ja, azt hittem, hogy te vélemény. Igen, nagy önveszte, adom nektek. Harrison Ford él még? Él még, hagyna. Veszte, hogy élem. Mindjárt Kelemen Annáról majd egy pár szót beszéltünk, mert pont jó példa, amit fel lehet hozni. Nem azért, de jó vonalra téved Gábor, de régi században az ideális alak a Milói Vénusz volt, nekem akkor kellett volna születni Júlia. Igen, hát a telt nők még Rubens korában is, ugye mondják, hogy Rubens idomok, mert tudok ilyeneket. Igen. Tehát még a 17. század körül, sőt, még a 18. század eleje felé is. Jó, nem megy ez neked, szerintem ne okoskodjál. Régen, Gábor, régen. Ne, igen, a ti fajtátok úgy fogalmazza meg, hogy régen, anno. Esetleg ilyeneket még mondhat. Tehát Krisztus után pár ezer évvel, pár ezer száz évvel. Egyre rosszabb, egyre mélyebb süllyed a sötétség mocsarában. Fertelmes. Próbál kikapaszkodni belőle, de hát nem bírja. Visszacsúszom a kulába. Így igaz. Ez a tanulatlan vére. Nézzük egy kicsit az ideális férfit. Ugye, mert azért ugye a nőket idáig vesézgettük össze-vissza. Hát itt Lulu azt hiszem megírta az igazat, magas, bunkó és olyan, mint én. Tehát ez az ideális. Én, ha nő lennék, csak ilyen pasival járnék, mint én. Ez nem tanács. Ez csak, hogy mondtam. De... Nem akarom ezt összefüggni a jelenlegi helyzeteddel. De vegyük az ideális férfit. Azt már tudtuk, hogy a nők egy kicsit mélyebb, komolyabb konszenzusba veszik ezt az idealizáltat. Nem csak a külső, meg hogy térdét veri a farka, vagy akkora válla van, mint egy plató, hanem úgy valamiféle emberi értékeket is megpróbálnak belevinni az idealizálás folyamatába, ami természetesen szintén nem látszik első pillantásra. Tehát ott hát is nem. Előjöhet, hogy ugye szokták a rendkívül jó babaszerű, barbiszerű nőkre azt mondani, hogy hát rohadt jól néz ki, de biztos, hogy marha buta. Ez természetesen úgy éppen úgy nem igaz, mint az, hogy egy nagyon jó képű, ilyen sejemfió jellegű figura feltétlenül buta lenne. Lehet, hogy nagyon okos, bár nem tudom, hogy és ez... hogyha bortermelőnek lánya, akkor Borbi. Akkor Borbi. Borbi-e. Borbája, hogy jobban mondják. Ebből a Borbála. Na mindegy, egy etimológiát itt bevetettem a dologba. Tehát a férfiakról a nők ugyancsak nem tudják első pillantásra megállapítani, hogy mi van a fejében belül. Azt látják, hogy kívül elfogadható. De ők arra mennek, hogy ére annyit, hogy egyáltalán próbálja megismerni az ember, hogy az ember lánya, ha már nőkről beszélünk, próbálja megismerni, hogy érdemes egyáltalán vele beszélgetni. Mert ha tényleg olyan, hogy külsőre abszolút nem jön be a nőnek, akkor valószínű, hogy
ők se hülyék, tehát nem fognak leállni, beszélgetni veled, mikor kiderül, hogy rád néz és köp egyet. Tehát valamiféle... Egyébként ez egy kérdésnek is kiváló. Volt-e olyan köztetek, kedves hallgatók, hogy valaki nem jött be külsőre, és utána egy-két beszélgetés, vagy egy ilyen bátortalan első randi után mégiscsak elkezdett valahogy vonzóvá válni. Most nem azt mondom, hogy utáltátok, és nem megszerettétek, hanem hogy... Kérdezem pasikról is, de szerintem olyan nem lesz. Hát szerintem sem nagyon. Szerintem olyan nem lesz, de hogyha a lányok között volt ilyen, akkor írjátok meg, légy szíves, hogy az agyatokban, a fejetekben mi változott. Ahogy jobban megismertetek, úgy lett egyre szimpatikusabb, vagy mi történt? Bár mondok SMS számot, 70-es, 70-60-995. Furcsa mód, az a fordított helyzet áll elő, mint hogy a nők és a férfiak rendkívül sok esetben fordítva gondolkoznak, tehát egymásnak ellentmondó módon. Egy férfi, ha egy nőt nagyon szépnek talál, akkor bizonyos szellemi hiányosságait, vagy jellembeli hiányosságait hajlamos ehhez fölhúzni, hogy kompletnek tűnjön a dolog. Igen, tehát azt mondod, hogy ha egy nő szép, akkor bolond. De például ott van, például ott az a téma, hogy Kelemen Anna, kimondtuk Kelemen Anna, ő, mondjuk ki. Mondjuk ő egy mutatós nő. Na most, akinek Kelemen Anna kifejezetten a zsánere, akkor az hajlamos mondjuk Annácskának bizonyos léha vagy egyéb tulajdonságait elmismásolni és felhúzni őt egy olyasmi szintre, hogy körülbelül, ha nem is fogja elérni a külsejét, a belseje, bár ebben nem vagyok biztos, mert nem ismerem, ennek ellenére megpróbálja körülbelül egy nevezőre hozni, vagy legalábbis hasonlóra. A nők pont fordítva vannak. Hasonlóra. Látnak egy bizonyos jelentéktelen külsejű férfit, akiről kiderül, hogy tényleg komoly szellemi és egyéb dolgokkal van megáldva, és ezáltal automatikusan a külsejét hozzáigazítják, tehát nem fogja őket érdekelni, a Pali nem néz ki éppen úgy, mint Alain Delon, vagy nem, Tarzan. Nem nagyon értem, tehát Kelemen Annáról, hogyha valakinek bejön Kelemen Anna, akkor ő egy idő után azt fogja gondolni, hogy Anna okos? Nem fogja azt gondolni, de amikor rájön, hogy hangsúlyozom, most ne is menjünk, mert Kelemen Annával nem akarom őt megbántani. De te mondtad, hogy mondjuk ki Kelemen Annát. Jó, tehát ha úgy érzi, hogy Kelemen Anna nem okos, ennek ellenére neki nagyon tetszik. Itt kaptunk a lányoktól puszikat az üvegen keresztül. Én láttam. Gábor, te már lányokat látsz, akik csókokat dobálnak feléd, inkább beszéljél. Senki nincs itt, Gábor. Szóval maradjunk Kelemen Annánál. Hogy akarsz itt csinálni, és zsupban ülünk. Mondjuk nagyon tetszik ő, de kiderül, hogy mondjuk az illető buta. Akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon jó nő, tehát nem is annyira buta ez. Nem tudom, érted-e így? Igen. Tehát elfogadja a veri buta szavakat, amit egy sokkal csúnyább nőtől azt mondaná neki a szemébe, hogy ne haragudj, te olyan hülye vagy, mint a segg. Ez most tök jó, amit mondtál, abból a szempontból, hogy hajlamosak vagyunk azokkal az emberekkel, akik számunkra nem szimpatikusak, sokkal kevésbé elnézőek lenni. Azt hiszem, ez természetes, de ez alakulhat is úgy, hogy egy időben nagyon kedves voltál, mézesmázos, amíg el nem érted, amit akartál, Gábor, és utána hirtelen átalakultál, és egyre inkább türelmetlenné váltál, küldted el a fenébe, nem segítettél már neki annyira. Miért volt ez, Gábor? Ezt most tőlem kérdezed? Hát, vagy a Kálvántól. Hát ez nem az ideálisnak a témája, ez inkább az időben a haladás. Annó még ideális volt, és bármit megtettél volna. És utána valahogy elveszítette azt a sajátos báját, vagy valami történt. Hát és erre szokták, hogy dobszóval nem lehet verebet fogni, vagy hogy elhúzta az ember a mézes madzagot a másiknak az orra előtt. Ez azért nem kifejezetten az ideálishoz tartozik, hanem azt akarom, hogy míg a férfiak hajlamosak mondjuk egy számukra bombázónak tűnő nő szellemi tulajdonságait valamilyen szinten toleránsabban kezelni, még ha gyengék, és megpróbálni a magasba emelni, hogy körülbelül meglegyen komplett a nő, tehát ne legyen sík hülye, addig a nők pont fordítva bizonyos külsőbeli hiányosságokat tudnak korrigálni a szellemi tulajdonságokkal. Bírnak. Ahogy például a ronda gyókölyök is el fog énekelni mindjárt a szomszédjáról, aki marha ronda volt, de mégis kedvelte, mert nem lopta a dinnyét. Ugly Kid Joe. 70-es, 70-60, 995. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Szervusztok, kedves hallgatók, itt vagyunk, ismételtem veletek, jó a hangulat, senki sem áldozat, mindenki táncol, ahogy Ákos szokta volt mondani. Ti most a Rádió Q-t hallgatjátok, és a Hotel Végtelent, ami egy társkereső műsor, ahol ma a témánk az ideális nő, illetve az ideális férfi fogalmát boncolgatjuk. 70-es, 70-60, 995 az SMS számunk, ide várjuk a rövid szöveges üzeneteket, és most válogatni fogunk a beérkezett SMS-ek között.
A jó nő, ha a budjában nyúlsz, úgy érzed, mintha ló enne a tenyeredből. Mi van? Szóval te nem bárod egyébként. De olyan jó ízőt kacagtál, de légy szíves, fejtsd ki. Harap, érted? Adtad-e már lónak enni valami? A büdös életbe soha. Hogy adtam volna lónak enni valami? Van ilyen szája a lónak, és oda tartod a tenyered, akkor mozog rajta. Aha, vágom. Na, hát akkor most azonosítsd meg. És benyúlsz egy budjába, és ott mozog rajta valami? Hát... És ezért nem menjünk annyira el a lóba, tehát azért nem fog nincs mögöttem. Ha most valaki bekapcsolja a rádiót, és szóval bugyiról meg lóról beszélünk. Azt javaslom, menj ki egy lóhoz, amelyik nem eszik, és tapítsd meg a száját. Igazából én nem nagyon láttam még lóval, hát csak ezt látom. Tévében. Ez látszik. Szia, Cafi, nem mondod el nekik, hogy mit álmodtál? Gyakrabban ölelgethetnél kicsit, és akkor nem filmeznék annyit. Csók, Joli, átadtuk. Na. Attól válik szimpatikusabbá, szerintem, hogy kezdi azt érezni, a nő megtetszett a pasinak, és nagyon sok nőnek elég, hogy beleszeressen a pasiba, ha azt hiszi, beleszerettek, Júlia. Ez egy nagyon érdekes mondat volt, tehát ezt olvasok fel még egyszer. Nagyon sok nőnek elég, hogy beleszeressen a pasiba, ha azt hiszi, beleszerettek. Ugyanis, ha egy nőt megkérdezel, hogy egy férfiben mik az ideális tulajdonságok, vagyis mit keres benne, általában elég előkelő helyen van az, hogy szeressen. Ez a férfiaknál nem nagyon... Ők ezt természetesnek veszik, hogy egy kapcsolatban... De, hogy nem... Szeres! Szeres! Egy nő mindig oda teszi... Fontos hogy... az, fontos! Ilyen legyen, ilyen legyen meg, olyan legyen... Szeres! És még szeressen is. Úgy szeressen, hogy nekem jó. Úgy szeressen, hogy nekem jó! Valami van ilyen... Szeres szájjal! Ilyen Jimmy szám volt, szegény. Hát nem szegény, na mindegy. És akkor... Ugye hát... Valóban bele lehet szeretni egy férfibe, gondolom legalábbis a női szemmel nézve, attól, hogy kiderül, hogy annyira szeret minket, és olyan kedves, és mindent megtesz értünk, és azt mondja a nő, hát ronda, meg kicsit buta is, meg minden, de annyira szeret, és hát olyan jó ember, és szeret. És ettől egy nő, ez esetleg ez neki elég. Ettől még nem lesz a férfi ideális, de mindenképp arra megfelelő lesz, hogy a nő egy picivel több figyelmet szenteljen neki, és akkor lehet a palisénre kerül, mint mondjuk József Attila. Tehát előfordulhat, hogy az, hogy szeretnek valakit, egy nőnek már elég is arra, hogy a férfi bizonyos nem túl ideális tulajdonságait kezdjék kicsit felfelé pofozgatni. Előfordul, hogy visszaélnek? Hát, hogy nem. De vajon tudatosan? Nem, biztos, hogy nem tudatosan. Te, amikor hát ezzel visszaélsz... Hát, mintha nem történne semmi. Tehát, amikor te ezzel visszaélsz, te tudatosan teszed, vagy észre sem veszed? Én tudatosan, de általában legtöbb férfi nem. Mert én nagyon okos vagyok, tehát én tudatosan tűnök ilyen dolgokat, de legtöbb férfi az abból jön. Sziasztok, írja nekünk öreg Bicsoanc. Óvodás koromban az egyik kislányt azért kedveltem és nyaggattam, hogy mondja el az egyik mesét, amit szerettem, és ő kívülről tudott, amikor nem akart mesélni, egy kicsit elkalapáltam. Üdv, öreg Bicsoanc. Azt hittem, amikor nem akart mesélni, akkor nyúltál be a bugyjába. Mesélsz, vagy benyúlok a bugyidba. És ő nem akart mesélni. És azt mondta a kislány, tudod mit? Nem mesélek. Mondj egy mesét. Na, tessék, akkor sem mesélek. És öreg Bicsoanc betűnt. Nyúljál, ha mersz. És ez van. No, közben nagyon elhanyagoltuk. Megszivattak téged, Bicsoanc. Nagyon elhanyagoltuk a Radiokó fórumán, illetve nem is a fórumán, hanem a regisztráció után üzenetfalán, igen, érkezett üzeneteket, úgyhogy szemezgetni fogunk, legalább 10 van, úgyhogy muszáj kihagyjak párat. 5-öt. Pont 5-öt. Hello, hello, én is majdnem bementem hozzátok, csak az üzemben tartommal kicsit összevesztem, de ma jövő hétre csak megenyhül. Itt jegyezném meg, hogy ő a legdrágább anya a világon, hát ha hallgat titeket, Lulut puszilom, Dani. Danikám, hát... Dani, dobj már egy SMS, légy szíves az SMS falunkra. Tervünk van veled. Na, jövőd. A Viorának. Hát igen. Mindenkinek mást jelent az ideális, az ember rávetíti a partnerére azokat a tulajdonságokat, amilyennek látni szeretnék, és ezzel nem azt nézik, amilyen a valóságban. Ez sokszor pofára esést tud okozni, mert idővel rájön, hogy nem is olyan, mint amilyennek ő látja, Fantom Sanya. Hát ezért mondják, hogy idealizált alak. Tehát maga az idealizált jelenti azt is, hogy nem létező tulajdonságokkal fel van ruházva, ez azért nem tipikus. Sziasztok, mi a téma? Hát, ha okulok, ezt Rena írta. Az ideális nő, illetve az ideális férfi fogalmát boncolgatjuk az ideálokról cseverészünk. Igen, és ebből okulsz, az biztos. Az szétszentség. Ideális férfi Rokko Szifrédi, legalábbis sok nő szerint ideális nő, ti a karriera, na én ővele eltöltenék egy-két percet vagy órát, elveszett erekék fosztogatói, üdv, Fegyenc, utóbbi egy sorozatnak a címmel. Azt hiszem, hogy most nagy titkot nem árulok el, hogy ti a karriera, nekem, karriere. Unoka testvére. Nem unoka testvére. Ha nem is mondom, hogy ideális nő, de nem, nekem de például megvolt. Nem volt meg. Persze, nekem, hogy volt. Nekem például ti a de karriere. De még akkor volt meg, amikor még szakszofonozott. Zenél, basszusgitározik és énekel is. Ti a karriere például egy, bár nem az esetem a sötét hajú ázsiai nők, de
ő tökéletes. Tehát nekem ő akár lehetne ideálom is. Gábornak a világ, csajú ázsiai nők az esetei. Hát most miért? Hát félig haiti, francia, és haiti, az tényleg ázsia. Hát kínai. Haitiban élő kínai az apja, a szerencsétlen. Ja, így már igen. Na. És hát hol van Haiti amúgy? Hát nem Ázsiában, barát. Hol van? Amerika környékén keresik. Hawaii. Ja, és az nem Amerika. Hawaii az nem Haiti. Ah, igen. Szerintem óvodában mindenkinek az volt az ideája, aki szőke volt, kissé vékony és magas, vagy csak szimplán az óvonőbe zúgtak bele, hogy miért, azt ne kérdezzétek, köztetek van a prof. Na hát az a helyzet, hogy a gyerekek viszonylag nagy százaléka szőke, szerintem. Tehát legalábbis világosabb. Gábor, ne nézzél így. Világosabb a hajuk a gyerekeknek, aztán később besötétül. Legalábbis ahova én jártam, óvodában ott ez volt. Óvodában mindenki szőke volt. Iskolára már mindenki fekete. Milyen óvodában jártál? A norvég nagykövetség óvodája? Vagy hova? Tehát hova nem értem. Egyébként van egy ilyen... Kindergarten volt. Nem tudom, hogy ez jelentem valami. Ősi pszichológiai felvetés, hogy a... hogy minden ember az ellennemű szülőjét tekinti való tudatalatt alkatra ideálisnak. Tehát, ha valakinek... Hát, de mihez képest ellennemű, hozzá képest? Hát a fiú az anyját és a lány azt az apját. Azt nem mondtad. Azért ellennemű. Hát de nem tudtam, hogy mihez képest. Na igen, magához. Tehát, hogy akinek mondjuk az édesanyja egy vékony, szőke, alacsony nő, akkor valószínű, hogy az életében, ha nem is ilyen lesz feltétlenül a partnere vagy partnerei, mindig preferálni fogja az ilyen alkatú embereket, ez ilyen alkatú nőket. De ez hülyeség, hát, valakinek előnytelen külsejű az édesanyja vagy édesapja. De most egy gyerek, az ugye, nem úgy nézi az anyját, hogy... Egész életében égni fog, mint a rongy. Ez az anyám. Hogy nagyon viselje a valóságot. Nagyon ronda, de hát csak az anyám. Hát, csak ezt tetszik. Nem így nézi az anyját. És ez a zsánere. És a lánya. Ne haragudj, anyám ilyen volt. Drága, mint tudod, mert szeretlek. Anyám ronda, pont ilyen volt. Anya. Bűnronda vagy, de szeretlek. Okádék vagy, de az anyámra emlékeztem. Anyám volt ilyen csúf. Na, és a lányok pedig az apjukból. Tehát ha már hagyja a viselkedése megfelelően férfias, akkor az apjuknak a akár belső, akár külső tulajdonságai hajlamosak tovább vinni. Béla, megbocsájtom neked, apám is hívott, mint a gödön. Sőt, én kifejezetten ezért szeretlek. Amikor be vagy csicsentve, olyan ellenállhatatlan. Béla, nem vágná a pofán. Na mindegy, szóval, de én nem tudom, hogy ezt meghaladta-e azóta a pszichológia tudománya. Jó, hát ez tudománya. Hülyeség, ez vagyok már. Ez nem mondjuk barabság. Ezt, nem mondjuk. Már pedig mondjuk, lassabban. Ugye ez igaz, a Gábor olvasta, benne volt a én kacsában. Én olvastam. Tehát ezt hiába mondjátok, én kacsában olvastam. Ott volt megírva, és fenn ez volt igaz a neten. Fenn volt a neten, és ami a neten van, az igaz. Ez jó, jó, persze mondjuk ez más. MC nem oidipuszok vagyunk. Hát ti lehet, hogy nem mi azok vagyunk. Ez csak a saját nevedben az a helyzet. Szegények. Hagyjad már, nem tudják, mi a jó. Sokkal jobb így. Nevezték. Sziasztok, lányom mesélte óvis korában, hogy amikor a barátnővel játszottak, egy fiú azt ígérte neki, hogy ha megmutatják, mi van a bugyukban, odaadja nek, és itt ér véget az üzenet, nekik a játékautóját. És mi történt, kérdeztem, mire a válasz, megmutattuk, de ő nem adta oda. Üdv, öreg bitch once. Na hát ez az azóta, azóta is ez az életre igen. Volt. Igen. Hát azt mondja, csávó, drágám. Tetszik az az aranylánc. Ki lehet érdemelni. Na mutasd a csúnyádat. Zúznak egy 3,5 órát, a Pali azt mondja, hogy kösz, nem érdemelted ki. Mm-hmm. És nem lehet belekötni, mert hát neki mondjuk nem volt. Nem, hát vesz egy ezüstöt. Na, szóval egy drágám, az arany nem lehet mindenki. Persze, volt egy 3-4 orgazmus, de nem volt az igazi. Tehát ezért nem jár aranylánc, szokták volt mondani, neked vettem a szörpit, hogy egy klasszikust idézzek. Tehát az, hogy... ne rőkálmat. Tehát, hogy a... Az, hogy az óvodában is már felmerül benne, hogy az iskolában, óvi csoportban is egymást idealizálják a gyerekek. Tehát minden csoportban van egy olyan kislány, akire az egész óvoda szerelmes, és van egy olyan kisfiú, akiben az egész óvoda szerelmes. Úgy felnőtt fejjel nézve meg lehetséges, hogy a két legcsúnyabb gyereket szúrta ki. Az egyiknek a lapátfogai vannak, összekaristolja a homokozót, a másik meg én a fülei belekap a szél, de akkor ő az ideál. Legalábbis alsós koromban, negyedikig én úgy választottam barátnőt, általános iskolában. Akkor idézőjelbe barátnő. Nem. Ágyas. Minden volt. Azért ágyas, nem mondja. Szerető. Minden volt. Szerető. I'm a lover, man. A zsebpénzből meghívhatlak randevúra. Azt mondja, nem barátnő. Szerető.
Vannak harmadikban ki volt az élettársad. Igazából akkor több vasat is tartottam a tűzre. Ebben biztos voltam a hitmese. És akkor én elmondom, lehet, hogy hallgatja, de például nagyon büszke voltam rá, hogy a Györgyi Bolya szerelmet vallott nekem. A betyárját. Miközben én a Tóth Krisztire és a Tóth Anitára hajtottam. Akik kikrek voltak? Nem, nem, nem. Csak még csak anyalánya. Névrokonok. Tudod, ez egy... Anyalánya! Gábor, ez egy annyira ritka név. Hogy nem lehet két jelvezőztem. Na, de ezt el akartam mondani, hogy én akkor úgy kerestem párt, hogy belenéztem a tükörbe. Mit láttam? Hát azt úgy, láttam, hogy ez sose lesz én fejem bizony láttad. Kerek. És akkor kerekfejű lányt kerestem, mert gondoltam, hogy ez fontos, hogy összepasszoljon a fejünk. És akkor én nekem ilyen labdafejem volt, és mondjuk gyerekkorban nem nehéz másik labdafejűt találni, és hát kiválasztottam egy hasonló labdafejűt, aztán észrevettem, hogy van még kettő, akkor azoknak is írtam levelet. Nem mondom, az összes golyófejű osztálytársadat begyűjtöttem, elháltad. Begyűjtöttem a hát golyófejűeket. Annak ellenére, hogy engem csúfolt a többi fiú, hogy én a lányok után rohangálok. Mondtam, hogy majd megtudjátok, idióták. És azóta és is. Mennyire igazad a lépéselőny hol volt? És ott volt a labda. Hol a labda? Itt a labda. Hol a labda? Ott a labda. Na, legyen itt a labda. Srácok, lányok, mondok SMS számot. 70-es, 70, 60, 9, 95. Ez a Rádió Q és a Hotel Végtelen. Elmegyünk társat keresni nektek, úgyhogy írjátok meg, hogy kit keressünk számotokra. Jut eszembe, Danikám, dobjál létsz egy SMS-t, hogy föl tudjunk hívni, mert hogy terveink vannak veled. Hidd el, hogy nem bánod meg. Na, elmegyünk zenélni, aztán persze jövünk vissza hozzátok. Haj! A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 95. Na hát, szervusztok ismételten, itt vagyunk veletek. Ti most a Hotel Végtelent hallgatjátok a Rádió Q-n. Nem sokára telefonálni fognak. De előtte üzenetek következtek, nagyon jó üzeneteket írtatok nekünk a 0670 70 60 995-re. Hali, az re. Ideális pasi, Bono, Pitt, Keanu Reeves, Banderas, Johnny Depp, Christopher Walken, Gary ez Oldman, De Niro Mix, ha már írhatunk neveket, sziasztok, Ruli. Ez egy név. De Niro Mix. De Niro Mix. Az ki? Hát egy olasz színész. De Niro Mix. Szerintem De Niro Mix. Bono Pitt a legjobb. Most ezt a 6 vagy mit tudom én, 8 palit összenyomjuk és kijön belőle. Nem pali, Bono Pitt. My name is Bono. Ezt a 8 férfit összenyomjuk és kijön belőle, ami olyan elképesztően rút ember, hogy az már katasztrófa. Hát persze, hát külön-külön lehet, hogy jók, de egyben rossz. De rút az nem egy női név. De. Aztán jó az adás, meg a zeneszerkesztés, ezt Peti érte, köszönjük szépen. Tudjuk. Miattatok jó. Igen, mindenkinek más az ideális, valakinek a 100 kilós feleségem, mert jól főz, van jogunk megkritizálni? Nincs. Egyre kevesebb, akit ideálisnak találunk, válogatunk, kötekedünk. Hát hadd legyen már jogunk válogatni a betyárját, hát most... Jogi Gábor, ne ideges is fel magad. De most komolyan mondom már. Srácok, kínairól jut eszembe, megtudtam tanártól, mi a Hotel Végtelen kínaiul, úgy hangzik, hogy mei jók szian fandiam, de nem fogod tudni nem kimondani, puszi, Lulu. Mei jók szian fandiam. Mind a ketten. Lulu, na, mondd csak ki, Gábor. Mei jók szian fandiam. Hát úgy. Én úgy beszélek kínaiul, mint bárki már. Igen, csak egy picikét olyan szecsuálni az akcentusom. De ez tényleg kínaira? Ezt a konyha kínait beszélem. Ez engem érdekel. Lehet, hogy nem is Lulu-nak hívják, hanem Andreának, csak az kínai a Lulu. Na, üzenetek. Lehet, hogy Luli az igazi. Lulut ne szígyáltok meg egyrészt, kedves lány. Nem szígyük, szígyük mi. Igaz, nem szígyáltok, nem. Szóval hozott süteményt, amiből nem sokat adok, bár a technikusnak is adtunk. Jó a pitek. Na, most egy picit hallgassalak, mert minket dicsérnek. Okay. Ja. De jót nevettem, ti bolondok vagytok, de, azért, de ezért szeretlek titeket. Én novis koromban a nagyfiúkat bámultam, és nagyfiú akartam lenni, hogy velük játszhassak, Joli. Sziasztok, ma a szokásosnál is hülyébbek vagytok. Idézőben imádom, folyik a könnyem a röhögéstől. Puszi, Jude. Mi is jó érezzük. Gyűjtsd össze a könnyedet egy kapszulába, és küld el nekünk. És Kálmán megissza. No, aztán nyilvárosan. Dani is megírta nekünk a számát, valamint Phantom Sony, és akkor most áttérünk a társkeresési szekcióra, amit méltánytalanul elhanyagoltunk az utóbbi 20-30 percben, holott megígértük, úgyhogy most ezt pótoljuk. Komoly kapcsolatra keresek, 17-21 éves, lehetőleg pesti lány, 165-173 cm magas, 45-55 kg között, Phantom Sony számom kiadható, és akkor megírta nekünk a számát. Dani is megírta a számát, illetve Júliát is föl fogjuk hívni. Nem tudom, srácok, kit hívjunk föl először? Hát, akit akarsz. De úgy mégis, Dani, Phantom Sanya vagy Júlia. Hívd fel a Danit.
Hívjuk fel Danit. Persze, hívj fel Danit, mert Daniról rég hallottunk. Jó, addig prezentáljátok légy szíves a mai témánkat, illetve... Tehát a mai témánk az ideálisok, az ideális család, ideál family, ha mondhatom. Egy ideális férfi és ideális nő. És ha is tett észrevetted, itt egy hölgy, feltétlenül hölgy írta, bízom benne legalábbis ezt a Banderas féle listát, ott Brad Pitt, meg Banderas, miért meg, bízol benne? Meg De Niro, ezek ítéletes. A... Jó, csak mondom, hogy írja, ki akarja. Hitelesnek találnám, hitelesebbnek találnám, a nő írta volna, maradjunk ennyiben. Tehát ez a Banderas De Niro Mix nevű színészek egyvelege. Látjátok, hogy most mintha meg akarnád száfolni, hogy a külsőből indulunk ki. Halló. Halló, halló, szép estét kívánom, halló. Kuzma Dánielt keresünk. Én vagyok az. Szevasz, Danikám. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk lesz. Minden oké? Minden oké. Hallom, kaptárba vagy. Mi történt? Hát, tanulás, szoba, meg ilyen hasonló dolgok. Na és milyen a család életed az utóbbi időben? Már ugye a nőkre célzott. Hát, nem tudom, most úgy néz ki, van valami. Na mesélj nekünk erről. Melyik hogyan újság? Alakult ki? Hát internet, aztán találkozás, és... Nem volt ledöbbenés? Hát már milyen értelemben? Hát mert interneten elkezd ismerkedni az ember valakivel, hát nem biztos, hogy azt kapja. Tehát ez kb. Zsákba. Ez egy webkamera. Webkamera. Hát ebbe is lehet csalni. Találkoztál webkamerával? Hát most ezt nem értem. Nem. Webkamerán nézték egymást miközben. Igen, webkamerán. És várj, kérted, hogy húzza fel a pólóját? Azt nem kértem, de... Miért? De felhúzta. Engem ilyennek ismertek. Hát persze. Ne haragudj, de az előző beceneved a toszógép. Kuszba zenített. Jaj, az nem ő volt. Jó. De? Azért voltam. Tudom. Elikám, szóval... Tehát nem kérted meg? Hát nem. De miért? De nem is gondoltál rá? Nem. Őszintén nem gondoltam. Dani, mennyire komoly most ez a dolog? Azért kérdezem, mert hogyha... Most ez tényleg egy kialakuló félben lévő ígéretes kapcsolat, akkor te most annyira nem keresel párt. Még annyira nem komoly, szóval még ilyen futó kapcsolat ez úgy. Na akkor lökjed, hogy számodra milyen az ideális nő? Hát olyan 165 centi fölött, 65-70 kiló alatt, és legyen aranyos, szeressen, és ne legyen bunkó velem, meg... Volt már ilyen negatív tapasztalatod, hogy valaki bunkó volt veled? Volt már ilyen negatív tapasztalatom, és te csak a külsőt számítson nekem, mert ez... És így beszólt, hogy hé, Kuzma! Vertem volna fejbe ott helyben. Hát akkor hogy volt bunkó, ha nem így? Nem, azt hiszem, hogy tényleg ugye... Bántott. Ahelyett, hogy lekezelő volt? Körülbelül ahelyett, hogy megmondta volna, hogy nem, így szórakozott meg minden, Hát de nem. Vissza kell szórakozni, tehát te sem mondnak, hogy igen. Tényleg, szúrják ki vele. Megkipróbálom valamikor. Na jó, nézzük de ezt a erről mesélj, erről mi volt, beszélj. Hogy volt? Hát sem egészen az, hogy így találkoztam vele, aztán egy kicsit úgy próbált játszadozni, de én kb. Az elején is szerettem, hogy jobb, hát valami nem stimmel, mert nem szoktak ilyenek lenni, aztán belegasztom, hogy felálltam, aztán húztam. Tehát én látom, és elhúztad. De nem volt, tehát akkor igazából, tehát ott hagytad? Ott hagytam, mert hát én nekem nem kell olyan senki szórakozik, meg bunkó, meg minden. Azt tudod, tehát akkor ez most abszolút nem jött be. Mert úgy kezdted, hogy most, mintha lenne valami, tehát alakul. De most ez nem az egy másik. Ja, de erről meséljél, hát a mostan kit érdekel a múlt, ugyan már ezt le kell zárni, túl kell lépni rajtuk. Persze. Egy igazi férfi nyomában ilyen fetrengő nők mindenfelé. Mint az éces, döglenek utána a nők. Na hát most így mit meséljek, hát körülbelül pont az ide állom, szóval ez egy... Uh-huh. 65-70 kiló. 60 kiló. Megkérdezted tőle? Mérleget oda tette a webkamer elé, vagy mi? Igen. Na tehát így... Megemeltem amúgy. Igen, és megemelted? Amikor találkoztatok, akkor mi volt? Még csak ilyen baráti beszélgetés, meg nem szépen. Puszit nyomtál az arcára? Puszit az arcára volt, igen. De így el lehet tévedni, és véletlen a szájára adsz, és azt mondod, hát, hoppá, ez mellé ment. Azért az majd a következőnél. Aha. Jaj, hogy lesz még egy. Milyen randi helyet választottál, vagy választottatok? Hol hát, voltatok? Kávézó, otthon, vagy hol? Nem, otthon nálam. Nem mondod! Az első randi. Kéglire hívtad? Az első randi, Frankon?
Lusta vagyok kimozdulni otthonról. Mondtad neki, hogy én úgy szeretem a nőt, ha a házhoz jön. De mi, frankon elmondhatod, hogy lusta vagyok kimozdulni, gyere már át, ugorjál már át, és akkor egyszer csak csöngetett, és ott volt. Áthívtam DVD-zni. Áthívtad, és adta neki egy puszit az arcára? Mit néztetek? Hát Dani, ilyenkor már az előszobában meg kell fognia. De ugye nem pornót. Nem. Homé pornót. Milyen korszakot? Nem tudod, ez én voltam az előző nőmmel. Fölvettem régebben még ezt a meglesleg pontot. Meg mit csinállak? Meglesleg pontot. Ja, meglesleg. Egész más értettem. De figyelj, most csak egy tanács, hogy aki följön lakásra, annak az előszobában meg kell fogni a mellét. Ez most csak egy olyan dolog, hogy lássa, hogy nem viccelsz. De nem kell tovább menni, tehát ne tűnj állatnak, csak úgy. Na jó, rendben van, és akkor fog még az jönni. Ajtón, szia. Hogy zajlott? Milyen légkörben zajlottak a tárgyalások? Volt kávé, vagy valami ital, vagy csak néztétek a tévét gülű szemekkel, azt elhozom? Kávé az alap, hogy volt, mert én kávé nélkül nem tudok élni. Ó, jaj, ez az meg komoly. De ennyi idős koromban még nem is kóstoltam a kávét. Ki se tudtam mondani. Na mindegy, igen. Jó van. Gábor, nem tudtam kimondani, hogy kvö. Csak mutogattam a kávét. Miért? Csészére. Figyelj, Dani, hogyha mégis úgy alakulna, hogy valaki jelentkezne ma, akkor mennyire adhatjuk ki a számod annak tükrében, amiket most elmondtál? És hogyha hallgatja ezt a műsort, és most emiatt fog szakítani veled? Bukó. Nem hallgatja ezt. Hát azt honnan tudod? Nem mondtad neki? Süket? Na várjál. Te nem mondtad neki, hogy hallgatod ezt a műsort, hogy ez a kedvenced, ez tart életben. De mondtam neki, de hát önállók nem lehet fogni meg. Jaj, de hát internet is van a világon. Mi, hol lát itt a tabányát? Na mindegy, Dani, akkor te most ilyen kettős ügynök leszel, hogyha esetleg beesik egy hívás, egy kérő, akkor vállalod ezt, ugye? Persze, vállalok mindent. Jól van, Danikám, akkor szólok, hogyha van valami, jó? Köszönjük szépen, szervusz! No, hát Fantom Sanyát is mindjárt meginterjúvoljuk, hogy ő pontosan kit keres, vagy pedig Júliát hívjuk először? Hívjuk Júliát, egy fű, egy lány. Most már valamelyiküknek, ők három szívós társkeresünk, tehát most már valamelyiküknek találunk valamit. Csodálkozom rajtad, nagyon visszafogtad magad, de vártam volna azt, amikor Dani előadta, hogy felhívta a lányt, hogy így megkérdezett, hogy és meggyaktad. Gondoltam rá, csak nem jutott eszembe a szó. Ezekkel a szavakkal. Tudom, hogy te ilyen vagy. Csak és lezúztad, Dani, ezt nagyon csodálkozom is, hogy nem bántottad. Nem Dani, is értem, nem mi van magammal. Lehet, hogy le vagyok egy kicsit gyengülve. Túl puha vagy, Gábor. Ezen túl már a puha Gábor így fognak. Holnap kimegyek a hegyre, és meghempergek egy valami kutyaszarba, hogy visszanyerjem, ami volt. Mert a szarba kell meghemperegni. Halló, jó estét kívánok, Júliát keresünk. Igen. Szerintem megtaláltátok, halló. Szuper, hát örülünk, hogy itt vagy. Köszönjük szépen, rendelkezésünkre állsz. Mi a helyzet, Júlia, mesélj nekünk egy picikét. Minden oké? Okay? Hát igen. Mikor volt Hanc úr? Már ha kérdezhetek ilyet, mert hogy kerestél, lehet így kezdeni. Kerestél társat, hát nem tudom, hogy sikerült-e valami. Nem. Semmi? Nem, sajnos nem kapkodtak, értem. Jaj, de igen, csak nem adtuk át. Nem, ez vicc volt. Múltkor az adás utolsó részében jelentkeztél be. Lehet, hogy most több az esély, mert még van hát a 40 perc. Mesélj nekünk, hogy ha keresnél valakit, vagy ha keresel valakit, akkor ő milyen legyen? Hát, ha a jellemzésről magára ismer valaki. Mesélj nekünk egy ilyet. Én még mielőtt elkezded egy pillanat, csak azért, mert a múltkor elmondtál egyfajta keresnivaló kritériumokat. Na most mivel látod, hogy mások az elvárások, mások a kritériumok újra. Lehet, hogy az ideálod változott ebből az aspektusból. Na, mondd éppen, akkor hova adtad le az igényeivet, hova emelted fel, vagy ilyesmi? Nem. Nem hiszem, hogy ehhez le kellene adni az igényeket. Én azt gondolom, hogy mivel mondjuk el, hogy én nem vagyok egy kis darab nő, és 36 éves vagyok, tehát én elmondtam a múltkor is, hogy igazából olyan férfit keresek, és nekem az egy pozitív, például, hogyha a mesám, mondjuk a gyermekét egyedül neveli. A korhatárt azt szerintem tettük olyan 45-50 közé, mert én nem szeretem, ha egy férfi fiatalabb, de szó szerint legyen férfi, nem kell nagyon szépnek lenni, mert ezután más nők is kapkodnak, és... Hát ez egy érdekes stratégia, ne haragudj! Figyelj, a szép férfi sokkal több nőnek kell, mint aki kevésbé szép. Hát azt tudom, hát ezt nem pont nekünk kéne magyaráznod. Na most, Júlia? Hát, akkor mi ezzel a baj? Most hát ne legyen szép, az egy dolog, mondjuk van ez, mikor a nagyon öreg ember feleségül vesz egy 20 éves bombázót, és kérdezi egy haverja, hogy
Miért nem azt a másikat vetted el, aki mondjuk sokkal idősebb és csúnyább, viszont nagyon hűséges, és mondta, hogy hát inkább vagyok benne egy jó üzletben 20%-kal, mint egy rosszba 100%-al. Tehát, hogy... Tehát, ő... Na jó, hát én nem azt mondtam, hogy bűnronda legyen. Na jó, csak mert, hogy... Hát jó, de persze te tudod, hát ízlések és pofonok. Hát úgy kiderül, hogy tetszik-e, vagy nem, ha ránézel, és tényleg éljen. Hát abból nem derül ki, akkor semmiből. Amikor amikor rátekintesz, azért ennyire ne. De mondjuk egy Brad Pitt kinézettel szerintem sokkal kapósabb lenne, tehát azért annyira jó képű ne legyen. De ha hozzáteszem, hogy azért nem nagyon voltak csúnya pasiaim, tehát vagy szerencsém volt, vagy ilyenek voltak, kíváncsiak rám. Mit jelent az, hogy nem csúnya? Ez nagyon nehéz megmagyarázni. Azért kérdezem. De vagy megtetszik rajta valami, vagy nem tetszik a szeme, a mosolya, aranyos. Nem tudom megmondani, mi az, ami de azt mondod, hogy megfog. Igazán nem is az, hogy szép, hanem hogy megfog benne valami. Az, hogy ideális, az mit jelent számodra? Miért? Neked van férfi ideálod? Szerintem olyan nincsen. Tehát számodra nem létezik. Lehet, hogy szőke, és képszemű, és az is tetszik. Lehet, hogy a másik barna volt, vagy kopasz. Nem lehet tudni, szerintem. Mennyire dagaszkodsz ehhez a súly, illetve a magasság, illetve az életkor kombóhoz, amit mondtál? Lehet-e egy pici eltérés? Csak azért kérdezem, mert hogy két ember is párt keres, itt van fölírva a telefonszám, de... Lehetne eltérés, de ne legyen tőlem fiatalabb. Akkor kiesett mind a kettő. Nem tudom, tehát azért, mert hogy én 36 vagyok, lehet, hogy egy 35 éves férfi tökéletesen megfelelne. Szóval azért ennyire kisarkítani sem lehet. De ne legyen 22. Igen, azt akarom javasolni, hogy a ne nagyon sarkítós férfiakat leültetnek érte. Ja. Jó, hát az ágyban meg... Az ágyban meg milyen legyen, mint egy kedves ember, vagy mint Jake LaMotta? Hát, elég, ha lesz, lesz. Tudom, hogy micsoda? Elég, ha mi? Leszi. Ja, értem. Jó, Leszi. A hírünk ezentől Orál Júliának, vagy hogyan? Jó, rendben van, tehát egy nyalóképes urat keresünk Júliának. Tehát szeretett, ha kényeztetnek. 36 fölött. De ez azért jó, mert közben el is tudsz aludni. Tehát ez mindenképpen nagyon igen, praktikus. Jó van, drágám, csak engem hagyják közben aludni. Azt mondom én, hogy te nézed a tévét, olvasgatsz, hogy megcsapkod, mint azért mélyeske. Ne, nagyon praktikus. Hát azért nem arról szólna, nem. Azért ennél több van benne, de... Jó, és meg azt is mondta egy érdekes dolgot, hogy nem baj, sőt, szinte előny, hogyha van egy gyerekkel, és egyedül neveli. Igen, már erről is beszéltünk a múltkor, hogy ugye nekem is van egy nagyobb bacska fiam, aki most már 14 éves, hogy igazából milyen nagy előny lenne, hogy rögtön gyakorlatilag lehetne egy testvére anélkül, hogy meg kellene szülnöd. Meg kellene érte dolgoznom, de természetesen ez nem zárja ki azt, hogy esetleg olyan nagy szerelem szülődik, és netán egy közös gyermek vágyálma fölmerül, akkor miért nem? Jaha. És ha mondjuk az illetőnek egy ugyanankorú lánya van, és akkor ők is mondjuk egy párt alkotnának, milyen szép lenne, nem? Ezt hát, nagyon durva viccnek szántak, Gábor. Úgyhogy még ráér ilyesmivel foglalkozni. Nagyon durva viccnek szántak, Gábor, és föltettük a herefogót. Amit ti is láthatok a radiokupon.hu-n. Júlia, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre számot kiadható, ugye? Igen. Ez nem volt olyan határozott, kiadható? Jobb szerettem volna, ha elkülditek, mert sose lehet tudni, ki befut bele az jó, ember. Akkor mondjad, de... akkor inkább úgy csináljuk. Jó? Hát inkább akkor így csináljuk, jó? Oké, köszönjük szépen, Júlia. Hi. Én is köszönöm. Sziasztok. Szervusz, még egyszer. Köszönjük, és akkor mindjárt hívjuk Sanyát, de szerintem előtte elmegyünk zenélni. Hallgassuk meg egy nagyon jó kis zenét. Én nagyon szeretem. Vonyítsán, Gábor, büntetés. Ezt most nem, de hallgassátok, mert nagyon ott van. Sváciak, de nagyon állat. Büntibe vagy. Mehet. Most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit!
Itt vagyunk ismételten veletek. Szervusztok! Ez itt a Hotel Végtelen. A rádiókút hallgatjátok. Mondok egy SMS számot. 70-es, 70-60, 99. Ötös, és ez mai műsor nagyon jó hangulatban pedig. Igen, az ideális arra... nő és az ideális férfi fogalmát határozok meg. Nem sokára ismét társkeresőbe elmegyünk, és Sanyát fölhívjuk, mondjat kérlek. Igen, de arra gondoltunk, hogy egy-egy szóban megfogalmaznánk. Jelenkorunk legfőbb vonásait, például ilyen brutalitás, meg ilyeneket így bemondanak. De nem akarunk segíteni, nektek. Tehát megy előre, nem tesszük meg. Igen, elmaradásban vagyunk még így a telefonálgatás alatt az üzenetekkel, úgyhogy ezt most behozzuk. Hogy ez a Dani mekkora kujon alakulóban van valami, és mégis ad fel hirdetés. Ugye? Szép SM írta az üzenetet. Hát nem kis pályás a gyerek, szóval a mi nevelésünk. Tehát jó, még jó még ideje. Semmi nem jött neki össze, de már megcsalja. Ez a beszéd. Az a biztos. Így kezdődik a férfi, hogy így most védve is van. Mert még esély. Tehát még senki nincs, de már megcsalta. Na ez a biztos. Ez a biztos. Gyerekek, így kell élni, és akkor nincs csalódás. Igen. Megkérdezik, hogy így kell kit csaltál meg eddig, Dani? Mindenkit mondja Dani, büszkén. Hallgassátok csak, ezért tart itt a világ, mert mindenki Dani, így gondolkodik. Dani szerzette Colgirlt, ezt Punk írta. Aztán ezek alapján keresek kockafejű nőt, mert megáll rajta a sörhal. Hát igen, ha ez az ideálod, ha neked ez fontos. Az jó, egyébként meg az is olyan nagy füle van, mert lehet belehamuzni. Japánok kifejlesztették a kocka alakú dinnyét. Tényleg? Igen, így könnyebb gulába rakni. Ja, hát... ezt azt láttam a neten. Na, de hát ugyanígy kamu. Akkor lehetne gyártani ilyen kockafejű nőt is, hát, nem? Gratulálok. Csak mondom, nem azért, mintha nőket gyártanák. És hogy húzod rá a sapkát, dobozt vodsz a fejére tényleg? Hát mert ne, hát, sokkal egyszerűbb, nem kell sapkát tenni. Baseball sapkát, nem tudsz a fejére, egy baseball dobozt, baseball dobozt ráteszel a fejére. Igen, Júliának nem. Azt üzenjük, írt nekünk egy kérdést, ami nem beolvasandó, hogy egyáltalán nem, úgyhogy nem kell aggódni. És hát akkor mindjárt telefonálni fogunk. Azt kérdezte, hogy izé betegek vagyunk-e? Nem. Igen, ja. De tőled azt kérdeztem. Nem vagyok. Tehát az ideális férfi, ideális nőről beszélgetünk ma este. Eldöntendő kérdésünk nem volt, mert elég furán hangzott volna. Ilyet terveztünk, hogy igaz-e, hogy az ideális nő. Igen. De hát ez mondjuk nem nagyon értelmes. Vagy ideális férfi. Ez pláne nem értelmes. Na most az ideális pár, ha már itt tartunk még telefonot, létezik, hanem egy ideális pár? Szerintem mindenki valahogy egy ideális párkapcsolatban gondolkodik, tehát itt is, amit én a műsor elején mondtam, azt fenntartom, hogy az ideális, az semmiből nem létezik, az az a dolog, amihez közelítünk, az egy ilyen eszményi. De mindenki valahol megfogalmazza magába, hogy milyen párkapcsolatban szeretne. Halló, halló, szép esetében Fantom Sanyát keressük. Itt vagyok. Szervus Sanya, örülök, hogy nem tárcsáztam félre, mert lehet, hogy meglepődtek volna a név hallatán. Üdvözlünk téged, élő egyenes adásban vagy a Hotel Végtelenben, a Rádió Q. Mesélj nekünk, írtad, hogy éppen párt keresel. Igen. Hogyan van ez így? Elég régi ügy. Dolog, úgy átnál hozzá, hogy írtam. Hát ez csak annyi, hogy elgyírtam, hogy nagyon inkább magamra papolok valamit. Papolj. Hát ugye 19 éves vagyok. Mint december végé leszek 20, 173 magas, és 53 kiló. Hát most kezdtem bele éppen egy... Kizókulába! Alig egy hete egy könyvbe, amit majd valamikor sikerült befejeznem. Mi van? Írod vagy olvasod? Írom. Ja? Jó, mert nem volt tiszta, hogy most azt mondta, elkezdte egy könyvet. Egy hét múlva befejezett, ám, ki tudta, hogy éppen írod vagy Brumi, olvasod. Brumi Maci az iskolában. Addig elmondanám, amíg gondolkozol. De miről írsz? Miről írsz? Ez érdekel. Hát ilyen vámpíros, vérszarkasos történet. Ilyen fantasy, horror-szerű. Igen. Na, látod, már többször beszéltünk telefonon, de én most tudtam meg rólad a legtöbbet. Tehát ez szerintem sokat elárul egy emberről. Könyvet ír fantasy témában. De ugye ebben nincsenek önéletrajzi vonatkozású dolgok. Vérfarkas. Nem, az a Gábor, hogy éjszakánként átváltozott. Tehát vége a Hotel Végtelen. De nem az a cím. És kimész sűvítve az utcára. A kihúzott bél és alcímmel önéletrajzom. Tehát nem így működik. Na most a következőt elmondtad, hogy ilyen vérfarkas dolgokat írkálsz, meg horror, tehát végül is valamiféle ilyen misztikus, okkult dolgot. Nem gondolod, hogy ez már egy elég komoly kiinduló pont ahhoz, hogy könnyebben találj társat? Mert ugye bármilyen abszurdnak hangzik,
azért vannak olyan nők, akiket kifejezetten vonz ez a stílus, ez a fantasy, meg stb. Valéha a kedvenc rajzolójuk, meg ilyenek. Tehát náluk már eleve komolyabb esélyen nyúlsz, ha kiderül, hogy neked ilyen... Hát azért mondtam, Gábor, most gyakorlatilag ugyanazt elmondtad, amit megfogalmaztam az előbb. De ezt nem értettem. Aha. Én legalábbis. Tehát, hogy sokat megtudtunk rólad ezzel. Ez tényleg... Uh-huh. Az, hogy még ennél a nők? Tehát, mert ugye most is elmondtad, hány kiló vagy, hány centi, ez semmi ahhoz képest, hogy egy hogy belső... Hogy író vagy? Mondjuk ki. Hát azt mondom magam olyan kifejezetten írónak, még csak próbálkozok vele, de igyekszem. Uh-huh. És ez elérhető lesz majd valahol? Hát nem tudom, majd látjuk. Van egy ajánlatom. Adod azt szépen a kézletet a Gábornak. Amikor megvan. Azt már most mondom, hogy bukni fogsz. Egyszer belementem egy üzletbe a Gáborra, azóta is fizetem a törlesztő részleteken. Pedig visszavonta a feljelentést. A kis uzsorás. De szóval, hallgass meg az ajánlatát, szóval, visszautasítatatlan. Ha kész van a valami, a kézirat, de mondjuk elég egy fejezet, hát hogy valami csak, hogy meg tudom ezt én nézni. Gábor fel akar jó olvasni. Nem a felolvasni, kíváncsi ők valamire. Gábor, lányt keres. Jó, hát... nem tudom, az az igazság, hogy azt, hogy te akarom fejezni teljesen. Tehát jó, hát nyilván. Ezt is kell. Na jó, de minket érdekel, feltétlenül érdekel. Egyre több hallgatóról derül ki, hogy alkot valamit. Ugye Jolika hozott be nekünk, hát üvegedénynek nevezzem? Hát üvegnek, igen. Hát üvegműves. Üvegmíves. Üvegmíves készítményeket. Te író vagy, hát nem tudom, mi jöhet még. Lulu tortát sütött, tehát ő Lulu tortász, profi tortász. Tehát voltak ilyen történeteim, hogy elkezdtem írogatni, aztán még se jött össze, mert abba hagytam, mert nem gyújtam, mert... Tényleg ez az első olyan, amit végig írok, tehát amit biztos, hogy befejezek. Na, jó van, erről majd akkor, hogyha megírtad, akkor majd mindenféleképpen szeretnénk hallani többet. Viszont most egy olyan kérdésem volna, hogy mesélnél arról, akit keresel? Hát legyen mondjuk házias. Tehát tudjon főzni, takarítson, így igen, érted? Igen. Aha, rendet nem vagy, amit tartasz rendet? Igen, segíteni a házi munkát, tehát... Te már ilyen összeköltözésben gondolkodsz? Vagy ez azért sosem árt, hogyha erre gondol az ember? Na, még egyszer. Ilyen összeköltözésben gondolkodsz? Mert ugye mondtad, hogy fontos, hogy házias legyen. Hát, majd idővel. Aha. Figyelj, van neked ideálod? Tehát van egy idealizált figurád? Jó, ha egy konkrét nőt mondasz, az is. Tehát mit tudom, egy ismert nőt, amiből körülbelül következtethetünk rá, hogy... Hát, mondjuk, hogyha úgy... Nem... Hát, hogy most például ez a Kristen Stewart, ugye? Az életben hallottam a nevét, de biztos, hogy ő kicsoda? A Kristen Stewart. És az a nevét értem, csak hogy ő kicsoda? Hát a konyatot láttad, nem gondolom. Micsoda? A konyat film. Na jó, mindegy, szóval ez valami színésznő, ugye? Jó, mindegy, szóval valami ismertet nem tudsz esetleg? Már kell rökvájtni. Jamiroquai, az férfi. Nagyon hülyítenek a gyerekek. Nem, most nem, most jó. Jó, akkor még egy... Igazi ideálom nincsen. Aha. Még egy kérdésem van. Amikor szabad időd van, gondolom tanulsz, vagy dolgozol? Tanulok még. Na, amikor szabad időd van, tudjuk, hogy írsz regényt mindenféle farkasokról, azon kívül mit csinálsz szabad időben? Időnként előveszem a kitárom, hogy testelni magam többen, tehát azt, hogy nem tudok, azt is tanulnom kell még. Jó, csak arra akartam kilukadni, hogy gyakorlatilag, hogy én kiveszem a szavaidból, de ez életben nem indult el nagyon sűrűn az utcán, hogy körülnézze az emberek közt, ugye? Hát az is tényleg olyan, tehát én megyek valahova, tehát jelentetesen akkor az én érzelődök, tehát úgy igazából nem. Aha. És így arcátlanul nézed a nőket, vagy csak úgy szeliden a szemed sarkából? Na csak, hogy mennyire vagánynak képzel majd el az, aki jelentkezne a számodért, hogyha lenne olyan. Tehát így utána fordulsz. Hát, mikor esetleg így tyűj! A hinyel. Ilyesmi. Egy búcsúba, ha lennél, tudod, ilyen vidéki búcsúba, akkor segükre csapkodnál lányoknak, akik elmennek mellette? Na az a divat. Megtennéd, vagy távol áll a mentalitásodtól? Hát,
nem vagyok az a nagyon vagány csávó, tehát mint a szörnyűződő. De ilyenek kellene nekem az, hogy hány kiló vagy, meg hány centi. Na látod, ezek nem a fontos dolgok. Jól van, Sanya, lassan egy, akkor. Egy dolgot ígérje meg nekünk. Még nem fejezted be a könyvet. Valahogy írjál bele minket is. Ja. Köszönjük. De köszönjük szépen. De nem három vérfarkas. De komolyan, valahogy. Mondjuk a vérfarkas, mikor először átváltozik, akkor éppen a Hotel Végtelent hallgatja, vagy valami ilyesmi. Én szeretnék emberkormában. De minden megoldotta ezt. Ez jó, Sanyám, köszönjük. Nem modern világba játszódik, hanem inkább ilyen. Figyelj, mi középkori rádió is. A Hotel Végtelen mindig volt, és mindig lesz, hiszen na, végtelen. Akkor már ott rádió, tudtam. Utána kéne nézni. Na, köszönjük, Sanya, köszönjük szépen. Számot kiadható? Persze. Jó, akkor mondom. Köszönjük szépen. Köszönjük, Sanya. Szia, szia. No, hát Sanya bátor volt, és mi pedig elmegyünk mindjárt zenélni, de még mielőtt elmegyünk zenélni, előtte elmondom, hogy van egy SMS számunk. 70-es? 70? 60? 9? 9? 5? Come. You are. Jan, jut eszembe egy szolgálati közlemény. Elfogyott a klotyópapír. Aki tudta hozzá. Sziasztok, István vagyok, Júlia számát kérném. Oké, el fogjuk küldeni hamarosan. Általában ilyen 12 órán belül. Most megtehetjük szerintem. Hát szerintem inkább SMS-ben átlökjük, van nekünk egy forradrótunk, azt föl tudjuk erre használni. Szóval, viszont ez így fordítva működik, tehát István, a te számodat fogjuk megadni Júliának. Így igaz. 12 órán belül meg lesz, mondjuk, jó? Ja. Nem Júlia a szám? Nem Júlia lesz meg 12 órán belül a száma? Ja, nem. Ja, nem, félreértesz, Gábor. Jó, hallgassuk a zenét. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 5. No, édes gyermekeim, egy Bum. Jó nagy adag blokk még hátra van, és itt érdekes dolgok fognak történni. Ne szaladjunk annyira előre, mondok egy SMS számot, 70-es 70-60-995, ez a Rádió Q, és azon belül a Hotel Végtelen. Egy kötelezően elmondandó két mondat következik most, az egyik az, jaj, hol a forgatókönyv, itt van valahol a részvényeim alatt. Az egyik az, hogy rajta vagyunk a legnagyobb közösségi portálon, ami két magán és két mással hangzóval áll, Hotel Végtelen klubként. Azon kívül van egy e-mail címünk, hotelvegtelen@radioq.hu. Tessék nekünk e-maileket írogatni, és itt látogatóink is vannak. Ja, szevasztok, gyerekek, királyok vagytok. No, alapvetően társkereső műsor vagyunk, ide kapcsolódik Peti üzenete. Egy magas, vékony, 25 éves srác keresi barátnőjét 20-30 év közt. Megesik, hogy dalszöveget írok, illetve reppelek. No, hát ez utóbbit mindjárt meghallgatjuk, én úgy érzem. De várjuk, bizony, hát bizony. Akkor van neki valaki? Nem, hát nem mindegy. Keres. Azt, a mi szempontunkban mindegy. Ja, úgy érted, lehet, hogy elveszett a barátnője, hát most keresi, lehet. És hát akkor is beszélünk. Meglátjuk. Hát igen, igen, és hát most akkor szerintem biztosan hallhatunk egy produkciót, vagy hát én abban reménykedem. Tehát. Én nem tudom, hogy mennyire de fogja lehet, magát még egy, produkálni. Még egy alkotó ember. Úgy látszik, ez a műsor vonza az alkotó embereket. Vagy pedig esetleg úgy érzik, hogy, és jól érzik, hogy az ideális tulajdonságok közé hozzátartozhat az is, hogy valamiféle alkotó munkát végez, ugyanis bármennyire leesett valaki sarlatán vagy amatőr, vagy esetleg holt tehetségtelen, ha már a szándék megvan benne, a legtöbb ember számára ez ideális, hogy a párja valamit próbáljon alkotni. Ez lehet, hogy csak kipisíli a nevébe a hóba nevét, de hát akkor is valamit csinál. Szép jó, kívánunk Petit, Petit keressük. Oké, okay. Itt van. Szervusz Peti, köszönjük szépen. Biztunk benne, hogy magyarul fogjuk folytatni. Hi, de amúgy ahogy. Hogy fölveszel a telefont, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre ezt élő egyenes adásban, vagy a Hotel Végtelenben a rádiókon. Na mesélj nekünk, azt írod, hogy magas vagy, vékony vagy, 25 éves vagy, és 20-30 év között keresel a barátnődet. Nem adtál meg különösebben sok keresési feltételt, azt írtad, hogy 20-30. Nem fér ki a 160-ba. Tessék? Nem fér ki a 160-ba. Na akkor meséld el nekünk most kifér ebbe a 10 percben, hallgatunk. Jó, akkor legyen őszinte, megértő. Hűséges, arányos testalkatú. Aha. Arányos testalkat alatt mit értünk? Tehát ha magas, akkor ne legyen túl közé, illetve stimmel a méret. És az, hogy hűséges, az mit jelent? Testileg vagy lelkileg? Mindkét értelemben egyértelműen. Mi az, ami még beleférne? Tehát egy kézfogás, egy mosoly? A másikhoz képest. Uh-huh. Vagy azok beleférjenek, persze. Oké. Okay.
Jó van, Peti, azt írtad, hogy dalszövegeket írsz, illetve néha rappelsz. Hogyan működik ez a dolog? Hogyan alakult ez így ki? Hát úgy hazamegyek egy koncertről, és akkor itt van a fejem, aztán így a lecsapódik az élmény. Leírod, amit hallottál a koncerten, vagy... Nem, átalakítom. Freestyler vagy? Inkább. Aha. De a szövegben inkább betárt. Én nem láttalak pörögni téged fejen a KIZ-é, annak idején az izé Jászai Mari térni, ott az aluljáróban? Ott volt egy ilyen repes brigád. Ahhoz nem értek. Aha. Hát ők sem nagyon értettek. Az Brék Gábor, ja, mindegy, szóval mindegy, jó. De mindegy, de jó pörögtek a fejüken. Okay. Van olyan dalszöveged, amire most emlékszel, és szívesen felolvasnád? Hát az messze van a fiókból a füzetbe. Megvárjuk. Fejben. De vagy elküldetem ilyen elektronikus tudba. Elektronos levélben? Ja, hogy így élőben nem annyira, de ne, így... Fejem, mert azt szokott, nem tudom idézni. Ez jó, van ideálod? Konkrétan is mondhatsz nevet, hogyha úgy gondolod, hogy valakihez hasonlítható, vagy legalábbis, hogy mondjuk az lehet egy ideális nő, vagy mit tudom én számodra. Tudsz valakit konkrétan megnevezni? Név szerint nem tudok. És nem név szerint? Hát írjuk már körbe, hogyha lehet így szűkíteni a kört, akkor ezt tegyük meg. Jó, hogyha vállán hosszabb a haja. Tehát a vállán túlér a haja. Egyenes vagyunk. Ja. Akkor... Nem tudom, hogy jön. Ne dohányozzon a lehetséges. Aha. Akkor ezek szerint te sem dohányzol. Ezek szerint én sem. Ne is így nem, mert mondjuk az lehetne, hogy te dohányzol, de direkt, hogy költséghatékony szempontokat. Nem így aljasságból, hogy az arcában fújt a füst. Nem lopja a cigédet. Gyere, baby. Jó, inni ihat. Te csak azért, hogy tudja, hogy hol a határ. Már nem úgy, hogy négy kézláb ér oda mindig, hanem hogy azért, hogy fogyaszthat, vagy teljesen abstinens vagy. Azt fogyasztok. Jó, ez nem vagy vega, tehát semmilyen olyan tulajdonsága nincs. Semmi hülyeség. Aha, mondod, azt hittem, hogy magas vagy, ez konkrétan mit jelent? Illetve, hogyha egy súlyt is... 186 centi magas vagy, és egy súlyt, hogyha mondanád... 65 kiló, akkor tényleg vékony vagy. 85-öt értettem. Vagy 65 vagy 85? Melyik? 186 magas vagyok, és 65 kiló. 65 kiló. Jó, én 85-öt értettem, az már nem annyira vékony. Jó, tehát egy magas karcsú fiatalember vagy, aki 20-30 közötti meghatározhatatlan külső hölgyet keres, aki rendes legyen, házias és szép. És hát legfőbb ismerve, hogy koncertekre jár, ott jegyzetel, és hát gyakorlatilag plágiumon érik. Nem dohányzik, de amúgy lehet más. Nem plágiumok. Nem, de azért mondtam, próbáltam egy kicsit. Áthallások. Jó. Aha. Számoddal mit lehet tenni? Kiadható, hogyha lenne jelentkező? De ha lenne, akkor kiadhatnád. Jól van. Tehát meg a másik, hogy akkor küldjed el a nótát, aztán megnézzük, jó? De mi a... Mi Hotel Végtelen, kukacradioku.hu, tehát a műsor cím az, hogy Hotel Végtelen, ugyanez elkezdetek nélkül egybeírva, és kukacradioku.hu. Okay. Igen, és akkor belehallgatunk valami klasszat, ami úgy rád jellemző, olyat válaszál ki, és hát megzenésítjük valószínűleg. Megvan zenésítve. Mert hogy kész dalt küldesz, és hát megkérdezzük, hogy akkor hogy megy, és akkor szerintem legközelebb le is adhatjuk. Ez így van. Küld el most, és akkor jövő hétre kidolgozunk a számot. Most komolyan mondom, jó? Meg kell beszélnünk itt a szerkesztőségben, de ha mehet, akkor leadjuk. Szerkesztőség, jól van. Köszönjük szépen. Hello. Szervusz. Micsoda? Reppelés. Akarsz reppelni? Szeretné reppelni? Hát akkor kell. Persze, hogy ne kéne. Na hallgatunk. Na jó van. Szevasztok, gyerekek, nyomd összezeket, hogy vagytok, ahogy ti mi a pálya, most jöttem a bicikről, de a hegyről. Köszönjük. Megfújjam pöknyek. Peti pártkeres. Peti, köszönjük a produkciódat. Peti a rapper párt keresett. És nem lehet mondani, hogy Peti nem énekel, mert Peti énekelt. Hát, meg mondjuk egy rappelt inkább maradjunk ennyiben. Lassan össze kéne foglalnunk, hogy az ideálokról mit találtunk ki. Igen, konkludálunk gyakorlatilag lassan. Szerintem, szerény véleményem szerint, előrébb nem jutottunk. Tehát elmondtuk az álláspontjainkat, amit azért, sokan megtámogattak, vagy megtiltottak. Konok vagy, azért nem jutottunk előrébb. Én előrébb jutottam, ti nem. Csak azt mondom. Én te miben jutott előrébb? Én abban jutottam előrébb, hogy hajlok arra, hogy... Nem jutottam előrébb tulajdonképpen, most, hogy jobban végig gondolom, mert én ragaszkodom ahhoz, amit az elején megfogalmaztam, hogy az ideálok, azok ilyen elérhetetlen célok tulajdonképpen, olyan példák, amikhez próbálunk idomulni, próbálunk hasonlítani, de soha nem érjük el.
Tehát gyakorlatilag konvergálunk mindig az ideál felé. Én rajtad most nem is csodálkozom, hogy ezt mondott Kálmán, mert akinek már Oviva élettársai voltak, az úgy ki van égve, hogy azon már nem is csodálkozom, hogy a fél középső csoport az ágyasa volt, az, ez ne szóljon egy szót sem, mert te már kimondják, hogy nő már itt csinálsz, hogy júj már megint. Tehát, mint egy nőgyógyász, tehát gyakorlatilag úgy viszont, nem azért ezt nem... Megyünk az ágyba, jó, fúj, hagyjál már. Nem, én nagyon kellemes, harmonikus kapcsolatban élek a feleségemmel, tehát nem vagyok kinki égve. Kibukott ez a dolog, hogy az Oviba már hát ez kibukott, de ezt mindenki tudta róla. Én speciál nekem egy nő tetszett az Oviban, egyetlen egy. Ella néninek. Később kiderült róla, hogy férfi. Ella néninek hívták, és ő volt az óvónő. Irgalmatlan jó nő, gondolom. Irgalmatlan jó nő volt, hogy így visszaemlékszem. És jártatok végül? Nem. Megfogdostad? Persze. Hát aki de Gábor akart, azt megfogdosta akkoriban is. Nem, de tényleg, amikor egy fűztem. Pillanat, ez egy kriminalisztikai kérdés, hogyha egy gyerek megfogdos egy nőt, egy felnőtt korú nőt, akkor az pedofília? Nem, azt halálrétélik. Nem, az gerontofília. Na, nekem egyébként az a véleményem ezekről az ideál dolgokról, hogy mindenkinek lehetnek ilyen hülye csomagjai, viszont onnantól fogva, hogy találkozik valakivel és ezt megváltoztatja, onnantól fogva veszíti el az egész az értelmét, hiszen hogyha folyamatosan alakítgatja, akkor felesleges tartani egy ilyen standard formátumot. Én ezt gondolom erről. Akár mondhatjuk azt is, hogy annak vannak ideáliai, akinek nincs valódi kapcsolata? Akinek nincs és nem is igen, lesz kapcsolata. Igen, igen. Hogy megfogalmaztuk. Tulajdonképpen a szőrszál hasogatók. Tehát az egyedüllevő, vagy az igazi társát meg nem találó embernek mindig van valamiféle hát ideálja. De, igazából azért megtalálja a társát, és abban a pillanatban az ideálkép elfoszlik, mert ugye hát a szerintem helyét átvett a valóság. Hogy azért nem találja meg a társát, mert ő ideált keres. És kérdés, ideál, hogy melyik az erősebb létezik. Benne, a társ iránti vágy, vagy az ideáljának a megtalálása. Vannak ilyen bevakult emberek, akik úgy érzik, hogy vagy ilyen, vagy senki. Én nőkről hallottam leginkább ilyet, hogy azt mondja, hogy nekem ilyen pasi kell, ha nincs ilyen, akkor inkább ne is legyen soha senki. Nekem volt egy ilyen haverom, aztán az első nő, aki hagyta magát, azzal összejött el, és vette feleségül, és azóta valahogy nincsenek ideáljai. Hát akár, most csodálom. Tehát, de évekig, tehát amíg mi végignőztük a fiatal korunkat, ő mindig elmondta minden buli, meg minden beszélgetés alkalmával, hogy nincs olyan nő, aki neki jó lenne, mert ez, meg az, meg amaz, tehát jöttek a kifogások. Persze, nagyon gyenge volt, azt nem ugye? Tudott megzerzeni a távol. Aztán révbe ért, de az ideálhoz képest, tehát amit évekig hallgattunk, hogy ő milyen nőt keresne, hát ez végül is, akit elvett feleségül, az nem olyan volt. De hát ezen nem is tudálkoztunk, tehát mi tudtuk, hogy ez lesz a vége. És ez is lett a vége. És ez is lett. Tehát akkor mondom, akkor megegyezhetünk talán annyiban, hogy azok az ideálok, amik egy olyan ember számára léteznek, akinek van valaki, tehát akár egy normális kapcsolat, a felesége, barátnője, férje, élettársa, annak is lehetnek ideáliai, de kifejezetten az a fajta ideál, aki esztétikai szempontból az ideálja, aki tetszik neki. Vagy esetleg épp a szellemi dolgai miatt, de semmiképp sem olyan ideál, akire esetleg a partnerét lecserélné. Tehát ezek ilyen virtuális ideálok. Lehet ez egy valós, sőt valószínű, hogy valós ember, de igazából a párkapcsolat szempontjából nem rúg labdába, mondhatnám így, mert ha nekem nem, van hát egy... Mert a jó párkapcsolat, ez tényleg olyan, amikor megtalálod a másik feledet. Így van, tehát attól még tetszhet tehát... nekem mondjuk a mit mondok egy nevet, Pamela Anderson vagy a Luz Gizi, hogy nekem van egy konkrét társam, akit nagyon szeretek, hanem ennek ellenére mondhatom, hogy bizony ez egy jó nő, vagy ez az ideális nő. Ez nem azt jelenti, hogy én őt keresem, vagy egy olyat keresek, mint ő, hanem akár lehet ez ideális. Elég könnyen félreérthető, mert ha az ember azt mondja valamire, hogy ideális, erre mindenki azt mondja, hogy ja, hogyha te ilyet akarsz. Nem. Nem ugyanaz, hogy én ilyet akarok, vagy ez az ideálom. Óriási különbség. Ja. Szerintem legalábbis. De lehet vitatkozni. Most már mondjuk nem érdemes, mert 5 perc van a műsor, vagy 4. Ettől tehát... függetlenül folytathatjuk a beszélgetést maximum e-mailen keresztül. Ja. A WC-ben mi folytatjuk is. Mondok utoljára e-mail címet, hotelvegtelen@radioko.hu. Hogyha esetleg hiányoznánk, akkor ezen értek el, mert hogy bizony rohamléptekkel közeledik az éjfél, és másodperceink vannak már csak hátra remélhetőleg a műsorból. Az életből még egy pár óránk azért van. Bízunk benne. Itt most azért mielőtt rámennénk, megköszönnénk mindenkinek, aki hozott, tehát Lulunak, Zsófinak, Pánknak az ajándékokat, és nagyon szívesen fogadunk bármi más étel. Igen, továbbra sem szégyen előkarácsony, vagy előszületésnap, vagy utolszületésnap, vagy utókarácsony tartani. Elfogadunk minden ajándékot, hogyha a zseppénzetek megengedi, akkor dobjatok rá még egy kis borítékot, vagy bármi bátran. Vékony aranyláncot, ilyesmit, tehát nem utasítunk vissza semmit. Na, srácok, lányok, jó volt ma veletek a hotelben, jó éjt, drágáim, ez egy SMS volt, és mi ugyanezt mondjuk nektek is, viszont jó volt.
Ne felejtsétek el, hogy ott vagyunk a legnagyobb közösségi portálon, ami két magán és két mással hangzom, a jelöljetek, klubként vagyunk ott, jövő héten kedden találkozunk 10-től éjfélig, itt a Rádió Kún, a Hotel Végtelenben. Ezt a számot én most küldöm az én kedves feleségemnek, csak úgy. Szervusztok! Sziasztok, jövő hét Isten veletek!